Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után vagyunk, pontosan 16 perc erről felé, erről Jani! Hello mindenkinek, itt vagyunk az utolsó utáni pillanatban. Érkeztünk, olyan nyomott idő van, nem tudom mi ez az idő, hát ma már tűzőrapsütés mondtak meg, 23 fokot. Erre ilyen lóg az eső, lába nem esik, de ilyen rossz kedvű leszel tőle, nyomott van, ciklon előtti ilyen fura idő. Ilyenkor mindig Kazincbarcikára kell gondolni a kitelepülésünk utolsó állomására, ahol ennél sokkal, de sokkal drámaibb volt a helyzet. Múlt héten pénteken, és ahhoz képest hát fantasztikus volt a hangulat, vagy csuda jó volt. Igen. Csak most nem látom az esernyőket, nem látom az embertömeget. Nem látom a kezeket, semmit nem látok nem, igazából. Nem látom a polgármester úr ajándékait. Igen. Szitka úr ajándékai is hiányoznak. Nem tényleg, állítok jó idő lesz, ezt hallottam Ákostól is. De hát ez egyelőre elmaradozni látszik. Igen, megígérted te is tegnap nagyon igen. rendesen, hogy most már megyünk kifelé. Alakulunk. Hát kis ilyen csepegő eső volt, de az igaz, hogy ez a kedved lesz tőle. Igen, nem túlságosan jó. Mi van ezzel az utasszállítóval? Ezt csak egy félfüle hallottam. Mi az, hogy eltűnt? Tehát valószínűleg fölrobbantották? Párizsból indult Kairóba, és ahogy beért az egyiptomi légtérbe, állítólag akkor történt, 10.000 méter fölött volt még, de már kezdett ereszkedni. Volna az ereszkedés, eltűnt. Aha, fajja, ez nem jelent túl jó. Nem jelent túl jó, ja Istenem. Nem. Hamar kiderül, hát ezt megtalálják pillanatokon belül. Mondjuk én még abban reménykedem, hogy ugye az egyiptomi ilyen légi, hogy hívják ezt, a földi irányítók azért szoktak, hogy is mondjam, kicsit hebrencs tévedni? Módon. Hát így hebrencs módon, de ez sajnos nem annak tűnik. Azért ez tehát ott azért már láttunk nagy csodákat Egyiptomban. Igen, de ha így eltűnik egy gép, akkor azt valószínűleg lelőtték. Ugye hát az eltűnik egyik pillanatról a másikra, vagy lezuhant. De hát azt akkor meg nagyon gyorsan megtalálják. Ráadásul franciák, hát... Nem sejtek túl jót, igen. Az a baj, hogy ez elég rosszul. Elég rosszul hangzik, szegények. Kiderül hamarosan, szerintem, túl sok a vészjósor támpont, igen. Nak a keze van benne. Franciaország, egyiptomi társaság. Jézus. Igen. Előzmények hát, tükrében azért ez nem túl sok jót jelent. Ki is esik Egyiptom és Törökország most nyáron, szerintem mindenkinek. Az biztos, nem hogy nem oda tervezed a nyaralás. Sehova nem tudsz menni, de oda aztán végképp nem. Tehát azt mondják is, hogy Törökországot felejtsd el meg Egyiptomot. Hát az egyiptomi gazdaságot tönkre vágta. Gyakorlatilag az utóbbi néhány az évben biztos. Ez rengeteg merénylet, meg mindenféle olyan esemény, ami egyszerűen az ország az megindult egy lejtőn, ki tudja, hogy mikor fognak megállni. Hát azért nekik az ő gazdaságuknak, amit tudom, 80%-ban a bevétel az idegenforgalomból származott, a turizmusból. Ehhez képest meg most nincs ott semmi. Bizony, hát mindenki elment. Igen, ha ott még senki nem megy oda nyaralni, igen, vagy hát nagyon bátornak kell lenni, hogy most oda menjen. Ha még ott tudsz is viszonylag biztonságos helyet, tehát azt mondod, hogy valami kisebb nyaralóhely, mert azért vannak olyanok, és hát utat nem kockáztatod meg, hogy kirepülj. Hát igen, repülni ennyi. Kell, persze, és azért most ott már történt sok minden. Szerintem autós turizmus lesz nyáron, tehát a horvátok már dörzsölik a kezüket, biztos vagyok benne. Olaszország abból a szempontból, hogy akik oda mennek nyaralni, az is egy elérhető Európából, Németországból is le tudsz menni. De igen, talán kevésbé veszélyeztetett. Igen, vagy igen. Hát legalábbis a repülőút maga nincs benne, mert az, hogy már egyébként egy nyaralóhelyen ott vagy talán, de hát nyilván az is veszélyes lehet, de az talán még nem annyira, itt a repülőút a legnagyobb kérdés, szerintem igen. Azt nagyon sokan nem merik. Oroszországi belföldi járatok. Hát azok biztonságban vannak ott, csak műszaki ok. Igen. De azok még mindig repülnek. Hát azok még száz év múlva is, igen. Száz év múlva is repülnek, de ott azért benne van egy kis füstölés, kis recsegés, ropogás, az mindennapos. Megkaptam a büntit, megnéztem, gyerekek, átvettem, 30-acska. 30-acska jött, igen. Török Szent Miklós, nem tudom, mikor jártunk arra. Török Szent Miklós. Valahogy a turnénk alatt szerintem az egészen biztos. Török Szent Miklós 47-es út, tehát ez a Szeged Békés Csaba, vagy a Békés Csaba Debrecen. Békés Csaba Debrecen. Együtt mentünk, igen. Én nem tudom is, hogy csupa a szemem. Én tudom is, hogy hol volt szerintem, én azt láttam, csak azt hittem, hogy le tudtam lassítani. 50 helyet 72-vel. 72-vel sikerült poroszkálni.
30-acskára azonnal. 30-acskára azonnal megvágtak, meg is érkezett. Milyen gyorsak. És azt írják, hogy ez ilyen kapu volt, vagy ezt nem is írja, mi nem ír semmit. Nem azért, hogy 16 óra X perckor ennyi és ennyivel mentél ehelyett, és ennyien számú főúton Törökszent Miklós felé. Nagyjából ennyit írnak, ennyit tudtam elolvasni. Csak néhány székely kaput láttunk, tehát hogy nem volt semmi, és keresztbe álltak el bújva egy kicsit a buxusban. A kartársak, bajtársak, eltársak. Ők voltak, hogy szakadna rájuk az ég, ilyen. Úgyhogy hát hozzájárulok. Hozzájárulok. Most már én is benne vagyok. Bármikor hallom, hogy egy milliárd, akkor a torkotokon az összes, amit erre költötök, vagy amit mi költünk rátok, meg az új berendezésetekre, de hát hozzájárulunk a központi költségvetéshez. Bár most 30-acskával. Az volt a hírekben, hogy mégsem vagyunk annyira szabálytalanok, mert többre számítottak. Csalódottak az urak. Csalódottak, hogy csak egy hónap alatt térült meg a beruházás. Elnézést, elrontottuk a hangulatokat az év közepén. Igen. Na megvan adva, ugye, hogy mennyit kell behozni. Hát nem tudom, mennyi szerepelt, mennyi, mekkora volt a szám, ami szerepelt, hogy egy hónap alatt itt 2-3 milliárdnak kell lennie, minden esetre most 1 milliárd megvan. Úgyhogy ma csengetek. Valahogy év végéig összejön az gyerek. Év végéig azért szépen meg lesz, igen. A Tunéziáról mi a véleményetek nyaralás szempontjából? Hát jól emlékszem, hogy ott is történtek dolgok. Ott volt a szállodai tengerpartos sztori. Az Tunézia volt, ugye? Én úgy emlékszem, hogy igen. Igen. Én nem kockáztatnám most meg. Szerintem fölösleges kockázat. Ennyit szerintem nem ér. Egy nyaralás, nem? Az szerintem ez most nincs benne, hát, igen. Tehát, de ugyanakkor belegondolsz. De ne kérjetek, hogy bocsánat, hogy csak tényleg ne kérjetek tőlük ilyen értelemben véleményt szerintem, mert ez hát egyéni döntés. Igen, tehát ez egyéni döntés, tehát hogy a mi privát véleményünk az ne befolyásolja benneteket, a saját szempontjaitokat vegyétek figyelembe, ne legyen az, hogy megkérdezik tőlünk, hogy menjünk, ne menjünk, ez ne adj Isten történik valami, a srácok mondják a Morning Show-ban. Igen. Mindig azt kell, vagy lehet így mérlegelni, hogy kimegy Tunéziába, 1 millió turista, mondtam egy számot nyáron, és történik egy merénylet, és 35 meghal. Az 1 millió az a 35, idézőjelesen mondom, ha te vagy a 35-ben, vagy a családtagod, hát, akkor a érted? Persze. Tehát, hogy ha nem lehet arányokat nézni, tehát nem lehet azt mondani, hogy hát gyerekek, tavaly is csak egy volt. Hát ez nem indok arra, hogy azt mondd, hogy menj, és igazod van abban, hogy azt mondod, hogy fölösleges kockázat, nem ér annyit. Akkor Balaton, akkor Velencei tó, a Horvátország, ahova el lehet menni autóval, egyelőre ott még nem történt semmi, lekopogom, akkor inkább ez. Hát, de tényleg nincs benne annyi, hogy Tunézia. Nem, ez most tényleg nem ér annyit. Igen. Nem ér annyit. Mi nagy Törökország rajongók vagyunk, mert mi nagyon szeretjük, mi nagyon évvel megyünk egyszer egy hetet. Baromi jók a szállodák, bemész, punyat, tök lesz, jó a tenger, jó a kaja. Mi is kihagyjuk. Mert nem. Mi is kihagyjuk. Nincs mondjuk Viki nyomására. Egy baráti társasággal járunk. Én úgy vagyok ezzel, hogy igen, szóval nagyon kicsi az esély, hogy pont akkor pontot legyél. Szóval, hogy valahogy nagyon, de hogy mondtam, hogy majd szedjük a lábunkat a reptéren gyorsan, mert utána a Török Riviera az ugye 600 kilométer, hát ott van kb. 4000 szálloda, ahhoz tényleg nagyon nagy szerencsétlensége, hogy pont akkor pontot. Sviki mondta, hogy felejtsem el, és akkor mondtam, hogy persze, természetesen kicsim elfelejtem. Igen. Nem is akartam nagyon már menni. Jutott, hogy Törökország. Nem beszéljük a srácokkal. Törökország? Az micsoda? Én? Úgyhogy ebben megértem, ha ő nem érzi jól magát, akkor nem itt a társaságból a két nő mondta, hogy ne, és akkor mi férfiak azt mondtuk, hogy rendben, ha el tudjuk ezt engedni, akkor megyünk Isztambulba. Akkor nincs más, érted? Hát ha baja van Törökországgal, akkor irány Isztambul. Úgyhogy mi is másban gondolkodunk. De egyébként, hogyha átgondoljuk a dolgot, akkor meg az elmúlt napok, hetek, hónapok eseményeit, akkor azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy bármikor, bárhol, bármi történik. Igen, hát abszolút. Ilyen alapon meg maradjon a négy fal között, igen, és akkor nem történik semmi baj, de lehet, hogy mit tudom én, érted, egy visszaszálló, hogy hívják, alkatrész a Mir űrállomásból, érted. Igen, szerintem belföld is nagyon jó helyek vannak. Előtt a távolsági busz, persze, meg hanyatesel egy szőnyegen bent az előszobában, és ízére lesz egy comnyoktörés, de bármikor bármi megtörténhet. Hát igen, igen, most azért veszélyeztetettebb a dolog. Bura-Borára kell menni, írja valaki. Egyébként tök jó, hogy Amerikában, Bura-Borába, Francia Polinézia, ott tényleg nem történik semmi. Így van, Francia Guyanában nem jár senki. Így van, csak néhány idegen légiós, az is jó. Megnézite Sydney Perth, gyönyörű. Tehát Ausztráliában csak picit hosszú az út, és picit drága. Egyébként majd tényleg, tehát hogy még Maldív gyönyörű. Nyáron is, csak nem vagy meg annyiból, mint amennyiből meg vagy, mondjuk. A repjegy úgy kezded, 4 fő, 1 millió, 2. Konkrétan így indulsz, és akkor még valami szolid szállodából meghúzod magad egy hétre, tehát ez annyi nem biztos, hogy menne. Ott van az Omskito, érted? Hát pedig azért vannak alternatívák. Azért nekünk is vannak húzó neveink. Hát érted. Azért. Bora-Bora, érted, meg Maldív. Szerintem.
Hajrá! vannak jó, igen. Ja, olyan jó dolog ez az utazás, komolyan a legértelmesebb dolog, amire az ember költheti a pénzét, ha van olyan szerencsés, hogy mehet, nem? Annál hasznosabb dolgot, mint az ember utazik, nehéz elképzelni, de hát most egy kicsit vesztélyeztetett. Na, gyorsan egy-két esemény, csak hogy kik azok, akik már itt vannak, látom, van közlekedés, írunk ki Szekszárd, Újvárosi temetőnél Lézersó, Szigetvár felé a 6-os úton Szendénesi elágazó körzetében kamion defektet kapott, és az 1-es 87-es kőnél a hídon áll a háromlábú, a szállító küldte nekünk. Azt mondja, hogy Baján az 51-es úton imádlak titeket. Jó a műsor. Köszi, Andi. Mi is imádunk. Jó, majdnem közlekedési. Nézzétek meg a fotót, ezt Ricsi küldte nekünk. Bali, nézd meg a képet a neten. Bali, nézd meg a képet a neten. Milyen fotót, milyen neten? A gyorshajtásos fotódat. Azt meg tudod nézni. Van valami cím, ahogy hívják. A levélben benne van a cím. Igen. És ott ülsz majd a kis jobb oldalon? Igen, aha. Na jó, akkor behozom a levelet, itt van a kocsiba. Tényleg? Megnézzük magunkat? Hát nézzük már meg magunkat, hogy éppen mit csinálunk. Nehogy valami kompromitáló dolog történ a kocsiba. Milyen arcunk van? Azt nézzük meg, hogy hülyén ott. Hülyén ott utazunk, fotozzuk és tegyük ki az Instára. Ha jól sikerült, tegyük fel. Jó. Kösz a tippet, oké, megnézzük. Lehet, hogy tényleg van valami sorszám, ami alapján te föl tudsz menni valamilyen netre, oldalra, és akkor ott meg ki tudod keresni a képedet. Már hozom is be a kocsiból. Ezt nem hagyjuk ki. Na, gyorsan ismételünk egyet, jó? Mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. A kuponokról beszélgettünk, és arról, hogy kinek milyen csalódása volt már úgy, hogy használt kupont. Mert a kuponos vásárlás az iszonyatosan dübörög, különböző lapokban, prospektusokban, újságokban, te ugye szert tudsz tenni kuponokra, és aztán elmész egy olyan helyre, amit ez a kupon hirdet, de sokszor, hát az a hely az bizony csalódás, és hát a kuponos vásárlás nem mindig azt az élvezetet és örömet adja, amit ígér. Erről beszélgetünk, nagyon helyes történeteket kaptunk, úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán hírezünk egy picit, játékunk a mi újság. Kettő, hogy vagyunk? Várjál. Egy-egy. Mindenképpen kettőt kell behúzni. Akár nektek, akár nekünk. Ja. Tehát egy van még csak. Egy. Jó, na jöjjön az ismétlés, jó, aztán elmegyünk hírezni, ti pedig bősze jelentkezzetek a játékra, és ha van friss közlekedés, akkor küldjétek, mi pedig jövünk a hírek után. 3:07 múlt, pontosan 3 perccel, Ákos, köszi. Itt vagyunk már is, és folytatjuk. Lövő Röjtök Muzsaj között kamion az árokban. Köszönjük szépen, SMS-ben kaptuk. Cecén a főúton 3 lábúval mérnek. Ó, hát ott is. Most találtam meg a stuckulcsomat, hogy hozom. Nézzük a fotót. Te ott ülsz az anyósülésen, bekötve majd szolgálsz valamit. Nem, remélem, helyes vagyok. Én meg egy ilyen... éppen ordítok, tudod. Te ott itt az... Vörös egy. Már mindegy, mondom, most már mindegy. Úgyhogy megnézzük, meg lehet nézni. Azt írják a hallgatóink, hogy a közigbírság.hu-n lehet megnézni. Meg a polisz.hu-n, úgyhogy megyünk. A polisz.hu-n én néztem már a nyilvános körözések között, de nem találtam. Megyünk, megnézzük. Na, azt mondja, hogy játszunk akkor, jó? Itt van a hét már harmadik játékosa. Én, ha egy nappal később indítjuk a hetet, én nem tudom, milyen napom. Csütörtök. Ez tényleg. Ugye, hogy nem tudom, nem a kedden, hétfői hangulatom van, hétfőn, kedden, össze-vissza vagyok zavarodva tényleg. Na mindegy, a lényeg, hogy itt van már is a játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt, Péter vagyok. Hello, Péter. Szia, honnan Péter. Hívtál minket? Ócsáról. Ócsa. Jó kis Ócsa. Mit csinálsz? Mit csinálsz arra felé? Hát nem surprise, melyik dobos az FTK-ba, mert bokafitanomon vagy bokatörésem van fogva. Nem már. Sport történt? Igen, sport? Vagy rosszul léptél? Nem sport. Ott van az udvarban, beestem. Kergeted a csirkéket? Vagy ők kergettek téged? Készültem a hétvégi lagzira, aztán így sikerült, ne tudjak meg asszony táncot járni. Ó, neked hétvégi lagzid van tényleg? Hát nem az enyém, egy legjobb barátomé lesz.
Ja, hát ez a legjobb üldögéz, felpolcolt lába hozzák a piákat, nem kell. Megfoglom a mennyasszony táncpénzt. Igen, nem kell erőltködve a táncolnod mindenféle jelöltekkel. Szépen a teliszogatsz a sarokba, feltett lába. Jó, majd valaki oda megy is, azt mondja, nem tudsz táncolni, azért oda viszem azt a 20-ast. Igen, megdobom a lábodra, a lényeg úgyis. Peti, kivel játszanál? Veled, Balázs. Jól van. Jól van. Nem játszottam én már a héten? Mondjuk ez nem zárja ki, persze. Sőt. Tegnap játszottam. Ja, én szeretem, ha nem sorrendben megyünk, de leginkább igen, akkor igen, szeretem, ha ez a nem sorrendiség nem érint engem, hanem mondjuk kétszer Feri, kétszer Jani. Oké, mehetünk? Mehetünk. Én tegnap kikaptam, azt hiszem. Ja. Igen. Reméljük ma is. Oké, Jani? Tiritú van? Fajon. Na, kinek lesz az esküvője? Mesélj erről kicsit, Peti, hogy... Legjobb barátomnak lesz, nagyon fiatal korom óta ismerem aztán. Gyerekkori barátságról van itt szó, kérem szépen? Gyerekkori. Mióta ismered? Másodikos korom óta körülbelül. Általános iskola második korod óta? Körülbelül. Azt a mindenit, hát az komoly barátság. És milyen a mennyasszonyka? Szép. Na, kicsit bővebben. Egy az ízlésünk, szép. Tényleg? Tényleg. Te is megpróbáltál odaérni? Próbálkozhattam volna. Tényleg? Csak neki sikerült, vagy hogy történt? Mesélj. Máshol ismerte meg, esélyem se volt. Ja, hogy esélyed se volt. És neked van... Gyorshajtással mi a helyzet? A gyorshajtással? Most fogjuk megnézni a fotót. Vazet használod? Mit? Vaze. Szerintem elfelejtettem. Szoktál gyorshajtani? Szoktam. Á, gyerekek, mindent megpróbáltam. Igen. Jó, ugyanaz a helyzet. Már kétszer elvertek a héten. Ja, Peti talán egy picit temposabb volt, mint a tegnapi játékosunk, de azért is volt egy belassulás, de hát igen, nyilván. De a tegnapi játékosunk az maga volt a rémálom. Ehhez képest. Tudja, a lábam miatt volt. Jó, megadjuk ez abszolút. Ilyenkor, hogy vége az egy percnek, rögtön megindultak. Iszonyú tempó jön be. Dinamika, lendület. Igen, ez megadható. Ez megadható. Bezavart a gyorshajtásod. Be, abszolút azon gondolkoztam, igen. Téged meg egy picit megzavart a kérdés, hogy te is oda akartál érni? Ó, nagy hallgatás volt. Igen. A mennyasszonkával kapcsolatban. Igen. Egy nagyot. Igen, vannak ott dolgok, amiket nem tudhatunk. Petikém, jó mulatás neked hétvégére, végig itt Sántán is. Köszönöm, jó? Köszönöm szépen. És küldjük az ajándékcsomagot. Rendben. Aztán nem ám nagyon arcoskodni az esküvő, hogy elvertél. Dehogy nem. Őt is készítettek rá, sokat játszottunk ilyet. Na jól van, gratulálunk, küldjük, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Olvasom közben ezt a Párizsba Kairóba tartó utaszállítógépet, ez azért megdöbbentő, mert általában 11 000 méter magasan volt. Tehát rendes utazó magasságon. És Párizsból Kairóba szállt fel, tehát ez több érdekes dolgot is tartalmaz, mert a Párizsból Kairóba szállt fel, azért Párizsban szigorú az ellenőrzés. Uh-huh. Két dolog van, vagy föl tudnak már oda is juttatni bombát, ez az egyik, vagy föl tudnak lőni 11 000 méter magasra. Az véleményesebb. Hát, ha viszont ez történt. 11 000 méter magasra, ez a magasság, lehet, ez egy biztonságos magasság, hát, tehát nem tudnak mivel föllőni. Láttunk már ilyet az ukrán kontra orosz az légiban volt, jó van. Az is utazó magasságon volt, Amsterdamból ment, és már pont a légtér volt, 10 000 méter magasan volt az is. Abszolút. És leszették egy hatalmas nagy ilyen, nem tudom milyen, levegőföldrakétával. Ott ment ugye a harc, hogy az oroszok lőttek, vagy a földlevegő. Ott ment, hogy az oroszok lőttek, vagy az ukránok lőttek. Igen. Ez 11 000 méter magasan volt. Igen. Ez egy Amsterdamból induló gép volt ugyanúgy. Hát, ez csak nem rendelkezünk ilyen fegyverzettel. Ebben ez a dermesztő. Ugye, mert a Kairóból indul, ott már hallottunk azért szerűségeket, hogy 20-20, nem tudom, euróért bármit fölvisznek a gépre. De Párizsból azért ott szigorú az ellenőrzés. Te hol a fenébe van ez a gép? Valami mégiscsak átcsúszhatott, valami az, átcsúszhatott. Hogy fölültek odáig. Igen, ezért érdekes a dolog, szegények. Na jó, ha van új információ, akkor mindenféleképpen mondjuk, itt most megy mindenféle hírcsatorna, meg látjuk az internetes portálokat, úgyhogy nézzük, hogy mi a helyzet ezzel a géppel. Hát ez nem túlságosan megnyugtató. M1-es 140-es Kavics felüljáron háromlábú, kaptuk SMS-ben, M5-ösen Budapest felé teljesen beállva, a sorvég az M0-ás csomópontnál, Ricsi küldte nekünk, és a 81-es út Erdőcsárda KPM ellenőrzés, ezt Tipek küldte nekünk. Ha van friss, akkor küldjetek. Jó, mi pedig jövünk újra Ákos híre után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vaton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Kapcsolt ki az effektgépet. Ez mi volt ez a hang? Ez egy új effekt, most raktam be a rendszerbe.
De hogy mire vonatkozott? A vége. Hát nem nincs meg ennek az effektnek a vége. Ami pont itt a lecsengő effektünk, pont ez. Ez egy az egybe oszta, azért is nem is tűnt fel az egyébként. Az openernek a vége, a nyitó. Az opener, ja, az opener nem hallottam, nem hallottam. Ja, és arra tettem még rá egy kicsit. Nem értettem teljesen. Kell találnom magamnak ilyen kis, hogy hívják, menekülési útvonalakat majd november utára, és arra gondoltam, hogy egy ilyen, hogy hívják, egy bioeffektár lennék majd valamelyik rádió. Egy jó kis Nickelback után itt vagyunk. Azt mondja, hogy miért áll be az M5-ös, kérdezi valaki. Hát, hát ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon-nagyon szép kérdés. Igen. De mindjárt megtaláljuk az okát, és akkor mondjuk. Az M0-ás csomóponál van a sor vége. De én nem látom egyébként. Látok ne, valamit? Nincs plusz hír róla. Nincs ok. Hol? Ki az az M5? Figyeljétek, nem látom. Írja már meg valaki, hogy miért áll az M5-ös, és akkor gyorsan be tudjuk mondani. Nem látom. Azt látom, hogy hol a sor vége, és hogy mekkora dugó van. De én nem látom az M5-ösön a balesetet. Ír valamit a baze. Azt az M5-ről sem, az M3-ról sem, az M1-es irányában nem lehet ráhajtani az M0-ásra. Van infónk? Ó, gyerekek, hát Áki Máki. Áki Máki bejött, és mondja már is. Azt mondja, hogy mondom. Jó, figyeljetek. Figyeljünk. Azt mondja, az M0-ás autóton az M5-ös autópálya csatlakozásánál a 29-es kilométernél az éjszaka folyamán egy teherautó rakománya megdőlt. Aha. És az M0-ás autót ott az M1-es autópálya felé az érintett szakaszon lezárták. Mi van? Nem mert tovább menni, mert akkor le is dőlik. Aha. Igen. Az M51-es autót felé terelik az M3-as autópálya irányából és az M5-ös autópálya irányából érkezőket, és emiatt torlódásra lehet számítani. Aha. Tehát ott most ledőlik nem sokára egy kamion. Azaz. Feldőlik, és ezért van a dugó. Megdőlt, mint a tarsajöcsi. Igen, hát... Bizonyám. Na, szóval, hogy ez az, ami fontos lehet. Aztán azt nézem, hogy Görbeházi benzinkút előtt mérnek figyeljen mindenki. Zsűl, hozz már beléci a büntimet. Ott van a kocsiban, meg fogod találni. Nagyon sok csekk között ott van egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrséges levél. Jó? Ne nézd át a többit, mert elszörnyűk az, hogy mennyivel tartozik különböző helyeknek. Az anyósul is van egy csomó csekk, és már csak magát, tehát ne a levelet keres, mert már az le van oda dobva, meg kibontottam, csak magát a beltartalmat nézd, jó? Hogy a 30 ezeres papír. Készpénzhez ne nyúj, a vendízes kajából lehet. Így van. Egy hónapja van a nyugodt. A puskát tedd le, a macskát etesd meg, a sült krumplit dobd ki, a majonéz pedig már savanyú, és a limonádéban ne igyál bele. Illetve hozd be azt a kabinatelfiltert, és dobd ki ezt az egeret a hátsülésről. És állíts le végre a motor. Mert két napja jár. Kapcsold be a lámpát. És nem, de azt ne állítsd, mert nem biztos, hogy elindul. Ja, mondjuk jogos. Jön az eső, 20 be a napfétetőt, léci, jó? És tedd P-be. Ennyi. És ébreszt fel a hátsülésről a lányokat. Igen, a lányoknak mondják, menjenek haza. Nem fizetek semmit. Hadd emlékeztesselek arra a momentumra, amit te elmeséltél nekünk pénteken reggel, ahogy megérkeztünk ugye Kazincz Barcikára adásba. Na. Az volt a terved Békés Csabáról a Kazincz Barcika felé vezető úton, hogy mint minden rendes és normális ember, figyelj, fölmész a 47-esre, elmész Debrecenig, és onnan mész Miskolc Kazincz Barcika. Erre azt mondtad, hogy a Janinak volt egy nagyon jó ötlete, hogy majd ő beüti, hogy merre menjen, és ő navigál. Erről szóra van, 411-esen, 470-esen, konkrétan disznót hajtottak az úton, szekérrel mentek, és sárdagonyán kellett átmenni, mert nem volt betonút. Keresztbe szántottak, nem volt betonút. Rókákat hajtottak, vadászok cserkeltek az úton, érted? Vadludak szálltak át, és őzek húztak át. Őzbakok suhantak át az úton. És foglyok dűrögtek. Azért fontos dolog, mert hogyha te megtartod az eredeti elképzelésedet, és a 47-esen mész, akkor jó. Te nem mész a 46-oson, és nem mész bele a 30-esre. Tudom, mire akarsz kiukadni. De nem fogod elérni a célodat. Nem. Én csak ott ültem. Én nem vagyok ennek az egésznek az okozója, érted? Én csak sodrottam az eseményekkel. Hát de te mondtad, nem adok bele most. Egyetlen rohadt fillért sem fogok bele. A felé csenges Mákina. Az egészet neki kell kifizetni, hát te nem arra mentél volna. Te a 47-esen mész, nem is mész el Török-Szentmiklós. Az a durva, hogy tényleg volt én beszélgetésem, hogy Jani, biztos erre? Erre mutatja a GPS. De mondom, figyelj, mondom, én a 47-esről tudok. Erre ez mutatja a GPS. El, hogy fél távnál azt mondtam, hogy menjünk át a 47-esre. Igen, majd én 6-szor lefotóztam. Az egészet biztos, hogy nem fogom kifizetni. Adba 100%-ig biztos lesz, de a felét is egyébként megkérdőjelezem. És csak az ügyvédemnek a jelenlétében. Véleményes, azt mondod, véleményes. Mert a felénél mondtam, hogy menjünk át. Én még azt a kerülő utas üzemanyagot is kifizetném, ami
kifizettetném. Egy instaképpel kevesebb lennél, csak ne felejtsd el. Hát ha 40-es megyünk, igen. Ugye, mi a kérdés? Én gyorsan mentem. A mellettem ülő ugyanolyan gyorsan ment? Igen. Igen. Ő ugyanúgy ott volt, amikor elkövettük a szabálytalanságot? Igen. Lassabban mentő nálam? Nem. Hát akkor... Hát. És még a cipőmnek a nyomát is meg tudod mutatni a te cipődön, ahogy nyomtad a gázt, és valójában nem is te nyomtad, hanem én nyomtam a te lábadat, te... és ezért. És hajszoltuk, menj még gyorsan, még, a traktort is előzzünk meg. Hey, de jó, húzd le a napfényt, tépje a szél a haja, persze. Na várjál, hányadikára indult a turné? Igen? Kilenc. Kiderül, nem is a turné. Ez nem akkor volt. Nem már! A rohadt életben ez nem akkor volt. De kibújt a szög a zsákból. Ez nem akkor volt. Ferenc kimutatta a fog a fejérjét. Kilencedikén indultunk, ez 6-án történt. Na most akkor viszont. 16 óra 14 kerül, Törökszent Miklóson a 46-os úton, tudom hova mentünk. Most a Körös partjára egy ilyen kis helyes szállodába egy hétvégére. A rohadt életben. Hallgató, aki azt írta, hogy Jani fizette ki a büntetést, vagy a büntetésnek a felét. Kérjen elnézést. De azok is, akiket fekete listára raktam. Most mindegy, kérjen most elnézést. Igen. Még a turné előtt. Elnézést kérek. Én köszönöm. Kérek elsőként. Feri példát, mutat egy, de pusztulj. A turné előtt még elmentünk egy ilyen kis családi hétvégére a Körös partjára, és ott 16 óra 14 kerül Törökszent Miklós, ez pénteken történt a 46-os számú főúton. Igen. Aja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 j
Hol lehet szerintem elmenni? Szerintem Benny vezetett. Milyen lenne? Az mennyire durva lenne? Az öletben a két gyerekkel, tudod? Nem, tényleg csak, hogy mi van az ölemben? Egy diétás Pepsi, egy hatalmas sült krumpli, egy brutál Big Mac-et tolok be éppen, vagy mit pipázom, vagy mit csinálok? Hova kell? Közbírság.polisz.hu internetes oldalon a határozat azonosítójának és üzemeltetési forgalmi rendszer meg... Menj föl, megnézzük. Na menj föl. Okay. Azt mondja, hogy közigbírság.polisz.hu. Na nézzük. Fönt vagy? Fönt vagy már? Na. Közigbírság.polisz.hu. Bírság.polisz.hu. Kérlek szépen. A továbbiakban ügyfél, a rendszámot azt mindjárt mutatom. Milyen számot kell betesz, hogy közbírság? A ügyiratszám. Nem? Jelen határozat azonosítójának. Iratazonosító. Itt van. Azt mondja, hogy jó, oké, várjál. Azt mondja, hogy jó, de hova kell beütni? Hát, hogy hova? Ha mert látok itt egy csomó ügyintézés. A szabályszegést igazoló képfelvételeket elektronikusan egyedi azonosítása alkalmas oldalon, internetes oldalon jelen határozott az üzemeltetési lépő forgalmi rendszer megadása követően iratbetekintés. Azaz, iratbetekintés. Az iratbetekintés, lesz. Nem. Nem lesz végrehajtás, portálfunkciók, picit több támpontot. Hát mit mondják még? Ritkán vagyok fent. Nem, ezt is sosem mentek gyorsan a rohadt életben, csak én megyek tájékoztató. Gyorsan. Iratbetekintés. Mi jó az iratbetekintés? Nem. Miért nem? Nem. Iratbetekintés helyszínei. Várjál! Iratbetekintés jogával élni kíván, ezen igen? Igényét... Ja nem, az egy telefonszámon jelezheti. Képfelvételt elektronikusan megnézheti. Na. Hát akkor az az iratbetekintés lesz ugyanott. Igen? Fönn vagy? Ott vagy? Fönn, de nem találom. Dandár tábornok küldött nekem levelet. Igen? Nem is egy Dandár tábornok. Hát. Még jó, hogy nem egy főtörzsőrmesterre bízzák. Te bírságodat. Na, benézünk? Nem tudunk bemenni, nem tudok bemenni. Írja meg valaki, hogy egészen pontosan, hogy ott mit kell csinálni ezen belül, mert hogy, bocsánat, de viszonylag bénák vagyok. De bénák vagyok. Közig? Közig.polisz? Közigbírság.polisz.hu. Polisz.hu. Internetes oldalon. Aha, hát én megnézem a váltás a régi weboldalra. És ott előjön. azonnal feltűnik. Na jó, mindegy, oké, akkor majd megtaláljuk. Megtaláljuk, ne bócz. Kíváncsiak tényleg, hogy egy ilyen fotón egyébként mi látszik. Nagyon szépen ki lehet téged venni. Igen, ahogy készítesz a családról, meg magadról egy szelfit. Jó, nem baj, akkor a Viki fizeti a felét, nincs ezzel baj. Tehát a gyerekek itt hát, vagy aki ajánlotta a panziót. Benének ugrott a karácsony, a születésnap, a névnap, a húsvét, egy évig felejtsen el mindent. Aki ajánlotta a panziót, az is beszáll. Ezt megosztjuk. Közös teherviselés van. Szerintem nem lesz gondolni, csak az látszik rajta, hogy a kilométer órát fotózod. Hogy elküld a haveroknak. Ügyintézés nincs ilyen? Ügyintézés? Nincs ilyen. Ügyintézés nincsen? Nincs. De suta vagy, hát nem hiszem el. Hát nem hiszem el, hogy suta vagy. Hogy lehet ennyire suta? Figyelj!
Tájékoztatom, a mentesülés felebezés képviselő életmentéket is meg. Van már. Persze, egy rohadt nagy piros izé van, piros gomb, hogy ügyintézést, azt megnyomod. Az arcon. Nem, iratazonosító adja. Na. Ami... na, itt van, hát ezt nem találtad meg. Ja, Jani. Hát te milyen suta vagy. Most, na, mondom neked, iratazonosító. 70-54. Várjál. 70-54. Hát most a rendszámot úgy sem mondom. 70-54, 44-9-26. 4-9-26. 9-26. Számot, jó, már rendszámot leírom. KNT. Ja, nem mondom. De hogy is. Várjál, leírom. Na. Azért azt nem mondom, mert mindenki az ilyen fotómat fogja bámulni. Holnap meg már ott leszek a borsba. Így is. De... azt mondja. Na, majd ide. Na, itt van. Kösz. Tényleg az. Igen, Y, Béla, Otto 3. Várj, ez a Bentley-é. Igen, igen. Anya 01, Gúré 03. Igen, főnök 09. De rosszak ezek a rendszámok. Becsár 02. Hibás. Nem lehet hibás. Ez Z. Hát ez miért nem mondod? Mondom, hogy Gúré 02. Igen, a Csóro 01 írni. Igen, igen. A Suzuki meg a ti autótok 03. Láttam ilyen feliratot egyébként, jaj, egy S600-as Mercin. A Suzuki meg a ti autótok annyira rohadék egyébként. Na. Annyira rohadék. Meg vagyunk? Meg vagyunk. Ott a fotó, mutasd. Hibás karaktersor, menj már. Nem, hogy lenne hibás? Nem az, ami ízé. Hogy lesz annyira béna, mint életemben nem láttam még ilyen fotót, hogy ne egyébként tényleg mi látszik. Lehet, hogy még benne is, hogy ott üldögél hátul, vidáman mesekönyvet néz. Megvagyunk. Tisztelettel, elkövetés helye, törökszer ideje, szabálysértés típusa, sebesség, bírság, befolytasztás. Ó, azt is megírja, hogy még nem fizetted be. Nem. És ott vannak a rögzített, várjál! Rögzített képek. Semmi. Mi? Te este mentél, vagy mi? Hát 16 óra 4, gyerekek, semmi. Nincs rajta semmi. Semmi. Hát neked... fölülről, ez kapus, ez egy ilyen védás dolog lehetett. Így van, fölül, látszik a szélvédő, de nem látsz be a szélvédőn. Várjál, megnézem a másik. De akkor hogy nézik a biztonsági jövet? Hát ezen sehogy. Hát ezen sehogy. Ezen biztos. Hál' Isten. Van a feneked, már nem a tiéd, az autó hátuljáról is, ott se látszik semmi, és van egy messzi, egy távoli kép, ahol maga az egész autó van. Föl lehet ezt nagyítani? Nem. Semmi nem látszik. Semmi. Nézd meg. Semmi. Semmi. Hát ez semmi. Egy van egy ilyenünk, és akkor van egy előről, de vide három képet beadja. Hát most ez, vagy lehet, hogy ez azért nem látszik, mert annyira gyorsan. Nem, az a legdurabb, hogy valaki elküldte SMS-be a rendszámon. Így tehát... rendes vagy. Az a legdurabb, hogy valami tudhatsz. Hát nyilván a dandártábornok úr. SMS-ed úr. Igen. Na mindegy, jó, én azt hittem, tényleg látok egy jó pipázós viszont képet, ahogy ott pipázol. Egyébként gyere viszont ide. Nézd meg. Egyébként te látszol, aha, egy hát napszemüvegben vagy. Igen. Melletted... és nagyon fura, mond, hogy közvetlen az állad alatt V betűt formáznak Viki lábon. Két magas sarkú női cipőt látok a vállaidnál, igen. Egy hosszú fekete hajú. És nagyon mosolyogsz. Igen, a Benny kikerekedett szemmel néz átsülésen. Noel pedig csendesen szúnyókát. És nem, Benny eltakarja Noel szemét. Mert ő még ez kicsi. Ne. Ne nézz oda, mit csinálnak anyáik. Takar, eltakarom a szemedet, mondta Benny. Viszont... hát nincs titok. A rendőrség előtt nincs titok. Komolyan mondom, már egy kőrös parti panzióba se lehet nyugodtan lemenni. Hát igazán hallgatónak, tiltsák be a kőrös parti panziót. Nem? De komolyan nem mondom. Hát nem, vagy hozzá közel. Költöztessék ide. Egyiket a képről nem tudom, hogy megfigyeltétek el, természetesen nem hiányzik egy traktor. Ott egy traktor. Van egy oldalon, igen. Van ez még menő. De akkor hogy látja a véda a biztonságjövet? Azt mondjátok hát meg nekem. Sehogy. De nem látja, akkor hogy lát biztonságjövet? Hát ez, mert ez egy lebutított kép. Egyébként igen? Ez valószínűleg igen, ez úgy lehet, mint amit tanuljon a Born Ultimátum, hogy elkezdik így nyomogatni az entert, egyre közelebb megy, és egészen, ahogy hívják, a sejtszintig vissza tudják bontani a képet. Tehát, hogy ez valószínűleg egy nagy felbontású kép lehet egyébként, te csak a lebutított változatát látod. Aha, akkor lehet, hogy emiatt van. Na jól van, akkor mennyi? Egy ötös? Ötösebben vagy?
Nem is voltam ott. Hát te jöhettél volna. Ja, csak lojalitás volt. Hát akár ott is lehettél volna. Ja. Hogy hamarabb Elvis, tudod? Ugyanebbe az autóba ültél pár nappal később. Hát, volna. Igen, ja, volna, csak én nem akartam. Ha akartál volna, lejöhettél volna. Rajtam nem hullott volna. Ebbe a kis panzióba. Tehát igazából ugyan annyi esélyed volt ott lenni, mint nem. Hát azért ez legalább egy ötös, azért simán megérdem. Hát most finoman azért ez egy közös teherviselés. Hát azért itt vele lehet pattanni. Na, viszont van egy másik hír, amit el akarok nektek mondani, nem tudom, hogy tudjátok-e. Én viszont, tudom. Tudod? Uh-huh. Igen. Felélek majd. Gyerekek, csak mondom, hogy Fonogram jelölt lett a Hunadal című kis produkció. De király! Megérdemel! Hagyományos slágerzenei album vagy hangfelvétel kategóriában Fonogram díjra jelöltek vagyunk. De ki, az ki, az jaj, jó. Ja. Hát ezt a Fonogram. Fonogram díját adó gál. Díját adón adják oda. Úgy, de jó. Így van. Hogy és megérdemeljük. És ott vagyunk még a Fekete Dávid Akaró, meg a Kis Grófó Bulibáró, Matyi és a Hegedűs a hetedik, Nótár Méri Zenebomba, Polgár Peti és a Hungarikul, azok vagyunk mi, aha. Hunadal, Szímelinda, még csinál dolgokat. Igen. Attila, érincs meg még egyszer. De ez a mulatos kategória, ember. Ez a mulatos kategória. Igen. Azt mondja, nem, ez a 13. az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétel. Tehát ez a mulatos kategória. Hát igen. Hagyományos slágerzene, ez a mulatos kategória. Gyerekek, egy kis mi az, hogy Attila, érincs meg még egyszer? Az mi? Hát mi? Attila. Attila. Attila? Rendben nem indulhat. Az ennyire nem, és filmet is rendez, mulatos slágert is csinál, azért az már tényleg sok lenne. Az a baj egyébként, hogy tényleg, hogy ott van a Kis Grófó, fel kell írnunk, hogy lépjen vissza. Ja, akkor ja, van esélyünk. Tényleg rá kellene csörögnünk, hogy lépjen vissza, Attila, mert megnyeri. Ja, ez a kökény, Attila. Nem, ez a kökény Attila. Kökény Attila? Ez a kökény Attila, érincs meg még egyszer, csak ő már Attila. Fekete Dávid Akarom. Miért már egyszer megérintett? Igen. Attila, érincs meg még egyszer. De most ne ott egy kicsit lejjebb. Matyi és a Hegedűs a hetedik. Aha. Az a jó dal? A nagyon. A hetedik? Feldolgozott a József Attilát. Magad légy. Na várjál, csak hallgassuk meg a jelölteket, tényleg, hogy kik vannak. Matyi és a Hegedűs a hetedik. Album mix. Ezt verjük. Várjál, a szövegben, ha ütsz a nyár, hétszer szüljön meg az anyád. Tényleg. Szegény vagyok, szegény nem vagyok. Nem már, ezt már nem már ők is. De ezt verjük. Hetedik. Ezt megverjük. Hát ez a Kis Grófónak. Igen, meg a Hajérózsa volnék, meg a mindenével. Verzők 30 ember. Így van. mindenki ezzel indul. És akkor mi pedig beúszunk a különleges dalunkkal. Szímelinda, akarunk rajta szomorkodni egy kicsit? Csak a nézés. És ő is, tudod. Szímelinda, azt miért mondja, anyácsok, ja nem. Azt mondja, van egy csend, azt mondja, most ha meghallgatom a jelölteket, van egy csend. Kis lakos ritikülön. Van egy csend. Micsoda? Hol a kis pulóverem? Azt mondja, van egy csend. Szímelinda, van egy csend még a szobában? Na. Ja nem, van egy csend még a szóban. Szobában? Igen, vagy csak mennyire abszurd le. Van egy csend még a szobában? Várja csak itt, mintha... Ja nem, ez egy hangulat. Ő is a jelölt. Csak nézzük meg akkor a jelöltek. A gyerekek, ezt be kell húznunk. Ezt hoznunk kell. Ez egy kötelező kör. Ezt meg kell nyerni. Nézőink a most következő percekben Szímelinda legújabb dalát. Igen, rózai album? Igen. Budalász. Ugye a nagy kérdés. Önök kérték, akkor miért nem nézik? Ugye ez a műsor? Önök kérték, akkor szaré nem nézik meg. Önök kérték, kedves operatőr. Önök kérték, miért nem nézik? Na, Szímelinda, van-e még csend a szóban? Jó, ez abszolút verhető. Nézzük a következőt. Egy ilyen daltól nem akarok kikapni. Hát ez 69-es. Ez egy versenyhelyzet. Nekem ez egy Roland Garros érdem. Ez a Fonogram díját adó nekem a 92-es US Open Agassi Sampras döntőtel. Ha ezt visszadobták volna. Köszönjük. Jó, nagyon jó. Azt mondja, hogy Nótár Méri zenebomba. Új, de jó. Ismerjük? Tudjuk? Máriát, persze. Már hogy Mérit. Nótar? Mari? Zenebomba. Ott van, zenebomba, megvan, figyelj, na, itt figyelj, ő is a jelölt, figyelj. Nóta, zene, album demo. Jó? Uh-huh. Album demo. Tessék, ezt hoznunk kell. Nap és minden éjszaka. Igen, jó ez egyébként. Azt hittem, hogy a demo verzió azt jelenti, hogy mit tudom én, hogy
Jaj, bocs, és meg barikával lerohamhattam bömös itt a sarkon, az egy kicsit késtem, most nem beszállok. Na várj, ki van még? Azt mondja, hogy Fekete Dávid, akarom, ő is a jelöltek között van, figyelj. Azt mondja, hogy official music video. Ez a címe? Igen. De szar. Nem, azt csak akarom, te hülye. Ez egy sima ilyen lárifár, ilyen Nuni Puki takony, lizé, semmi. Hát ez nem tudom, mennyi van benne, de... Ez nem is komolyan, ez semmi, ez ilyen csingi, vingi, pungi, bungi, semmi. Imádom a Dávidot, egyébként jó hangja van. Igen, jó. Jó. Nagyon jó. Szökjél. Lassan jó, ebben nincsen semmi. Ez lassan építkezik. És nem tart sehová. Tessék? Ennyi? Attilát meghallgattuk, Polgár Peti, mi vagyunk, Szímeni, de tudjuk, Matyi és Hegedűs az a, ugye a nézését, a Nótár mérőbe belehallgattunk. Kis grofó volt. Az meg, az ezt átvehetjük. Kis grofó Siróból megnyerített, vele beszélünk, hogy lépjen vissza. De Kis grofó, ez a dal már két éve megy, hogy ki ez a dal. Minden évben nevezik őket. Ez nem tavaly bukkant föl. Hát gondolom a tavalyi jelölteket. Ez már kezd a nézését meg a járását, tehát ez már legalább két éve ne, megy. A nézését, de az a hogy... Matyi és a Hegedűs. A Bulibárót indították a nézőt, a Kis grofótól. Ők a Bulibáról. Várj, ne hallgassunk bele abba, még a Bulibáróba. Az jó? Nem, az a baj, hogy jó, az jó. Az jó. Azt nagyon szeretik. Igen? Igen. Az tényleg jó. És tudod, mi lesz, hogy ez úgy működik, mint a mi zenei tesztünk. Ezt ismerem, ez jó. Asszony, az asszony elutazott. Pixa és Kis grófó, ők vannak kette? Ők a Bulibáról? Az az, az az, az az. Fölöltöztem rajosan, nagyon jó. Érzem én jól magam, de jól magam. Ha a pixeljékkal mulatok, de mulatok. Azt kéne csinálni, hogy természetesen koholt várnak alapján, de be kéne perelni plagizálásért, és... Van egy nagyon rossz hírem, ami nagyon rosszul fog érinteni bennünket. Most kapom az információt. Élő közvetítés a Super TV 2-n. Kiestünk, menjetek haza. Csomagolj be, bonts le a tisztetet, menj haza. Tessék, tessék. Hát te nem jöhetsz egyedül, hát mi miért nem mehetnénk? Végre föl tudok öltözni, állarcba. Ez jó. Állarcos verzió. Ez nagyon jó. Figyelj, mi ketten megjelenhetünk, te leszel állarcba. Igen. És ő ki? Egy ilyen Hannibal Lecteres állarc. Ugyanazt, amit az Eurovízióra gondoltunk. Hogy? Fölöltözöm parasztnak? Igen, nem, ahhoz nem kell. Inkább, vagyis ne vegyek fel semmit. Ha változást akarsz, veszkőz. Ez nem jó hír. Ezen most egy picit elkeseredtem. A Super TV 2. Hát én ott nem bukkalhatok föl. De miért ne bukkalhatnék fel? Én a fonogramra megyek. Most, na. Igen. Nem? De. Nem a közvetítés. Csókolom, hova jött? Majd kitakarják az arcomra egy TV2-ös logóval. Kiblőrözik az arcomat, hogy az M1-ben nem kívánatos embereket a híradóba tudod. Megyek egy ilyen maszatos fejjel megyek majd. És megpróbálok a blőrből mindig kimozogni. És a blőr így követ mindenhova. Megtépálom a Super TV2-t, de nagyon gyorsan rángatom majd a fejem, és nem tudják rángatni a blőrt olyan gyorsan. Ez nem megy, ez az a technikokat. Ezt nem tudom megcsinálni, ne haragudjál. Írjátok a Lukaszt, ez túl jó ez a gyerek. Nagyon mozog. Na, szóval, hogy mikor lesz? Ha neked jött a meghívó, vagy a papír. Ez igaz. Figyelj. Csak bezártam az oldalt. Ja. Annyit kell csak csinálni, mert a ruhatárod megvan hozzá, hogy valahogy, mit tudom, szerzünk neked valahonnan egy Szalai Vivien állarcot. Nem, beöltözöm Andy Vajnának. Nem könnyű. Hát, akkor mindenhol beengednek. Nem? Vagy Szalai Viviennek, az jó. Az magas sarkúban egyébként egész jól nyomom. Egész jól nyomom magas, meglepődnél. Leborotálom a lábam, fölkapok egy magas sarkút. Ha nem tudod, hogy ti se fogjátok tudni, hogy én leszek. Jó? A bárhoznál állok, keresetek majd. Jó. Jó? De nem álmaztál mocskos ajánlatokat tenni. Balázs. Halló? Balázs. Hogy lennék Balázs? Megnézhetném a ciciket, hogy igazi-e? Nem Balázs. Hát igen, Várkert Bazár. Várkert Bazár. Új, de szép helyen az leszünk. Jó. Az jó. Hát, június 8. Gyerekek, már ezt is tudom. Üssetek ki mindent. Várjál, beírom. Június 8. Június 8. Az nem egy újabb átadás időpontja? Ja nem, az egyel utána. Június 8. szerda este, Várkert Bazár. Oh. Elmegyünk? Hmm. Szerintem mindenképpen. Hát, ott egyértelműen ott a hely. De most lemondtunk a zenei jogról, akkor ez jelent valamit? Hát most már igen. Semmit, nem pénzügyileg jelent valamit, de az de mint, jogról... de mint a dalban szereplők. Hogyne? Hát elmehetünk. Abszolút. Tereljük abszolút. A Petit is. Tényleg, tereljük be, ahogy mondom, menjünk fel a színpadra, és mondjuk, hogy semmi köze nincs a dalhoz. Na jól van, meglátjuk akkor. Na jó van. Akkor te Szalai Vivienen költözve, meg Kökény Rolandnak. És a Feri mi lesz? Ne, a Feri most jöhet simán. Róli, úgy emlékeztem, hogy te magasabb vagy. Fél 8 múlt, pontosan 5 perce, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek. Ha jó fej vagy, elmész RTL-es pólóba.
Igen. Na, várunk friss közlekedési híreket, jó? Mi pedig jövünk Ákos híre után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Hát ez a mi kis dalocskánk. Ennyi. Ez a mi kis dalocskánk. Gyerekek, felveszi. Felveszi ez a versenyt a többi dallal, azért most, hogy belehallgattunk. Jó, hát kis grófó bulibárója azért az. Nehéz lesz egy 15.500.000-es nézettségű videóval felvenni, vagy dallal, hogy ez a legnépszerűbb videó, majd a portalon már itt tart nézettségben. Azért, mert korábban versenyt, kezdett, mint mi. Csak ja, ennyi az oka. Igen, és ugyanállal a hogy IP címről. Igen, de ez nem közönségdíj, ha minden igaz, nem? Tehát egy szakmai zsűri dönt arról, a zsűriben vannak emberek, akik megkapják ezeket a dalokat, és beixelik, hogy nekik mi tetszik, vagy ki tetszik. Tehát, hogy effektíve nem a közönség dönt. Nem? Nem itt az a baj lenne. A pazar használatát csak díjazzák. Ezt az okos kis, nem? Aha. Meg a humor. Hát ebben van azért intelligencia, van humor, érted? Hát azért itt vannak áthallásos dolgok. Be kell venni a Mahaszból valaki tiszteletbeli szerzőnek gyorsan. Kik vannak tényleg a zsűriben? Ugyanaz, mint minden zsűribe? Kis Jeszenszky. Igen, Kis Jeszenszky, Bródi Presser Gerendai benne. Nagyjából mi mindent. Ilyen típusú zsűribe. Ott van a Presser, ott ül a Bródi. Nem gondolom. Akkor nincs esélyünk. Meghallják. Meghallják ezt a dalhez. Ez a közízlés rombolása, kérem szépen. Hát egy ilyen dalt akkor nem lehet. Nem, ez jár nekünk. Vigaszdíjként is, mert hogy nem kerültünk ki ugye az Eurovízióra. Igen, ez egyfajta vigaszdíj is lehet. Na jó, lehet, hogy akkor most nem, de később majd valamikor, vagy holnap rácsörünk kis grófóra. Hát kéne, hogy gyorsan lépjen már vissza. Hogy legyen jó fej, lépjen vissza. Nyertő már elege. Annyi minden van, arany meg platinum, ezeken mindenféle díjak. Na így van. Tessék. Örüljön neki, hogy nem indultunk nekik különben. Annyi minden nyert már tényleg. Sajnálom, egy kicsit hagyom már nekünk is valamit. Na jól van, játszunk. Jó, itt van a játékosunk, a kérdés. Mit mond óram? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Sziasztok, Anita vagyok Győrből. Anita, hello. Anita Győrből. Van segítséged, vagy egyedül játszol, Anita? Nincsen, egyedül, igen. Jó, szegénykém. Na és hogy megy ez a játék? Az elején még neked is nehéz volt, aztán belejöttél? Az elején igen, aztán utána könnyebbnek tűnik, de nyilván a rádiót hallgatva biztos más, mint most így élesben játszani, de reméljük, hogy sikerrel járok. Meglátjuk. Mivel foglalkozol egyébként? Pénzügyi területen dolgozom egy építőipari cégnél. Azt a mindenségét nekem. Na figyelj, van állatunk, van városunk, és van szólásmondásunk. Akkor legyen a város. Nagyon könnyű. Már nehezíteni fogunk, ha felmondatjuk újra a feladványokat, akkor nehezebbeket fogunk adni, mert ugye itt még direkt kicsiket, meg rövideket mondattunk, mert mindenki nagyon szenvedett vele. Most már azonban kiokosodott az ország ebből a játékból. Már mindenkinek hallgatjátok, és már lökitek is. Mindenkinek van, nagyon megy. Reméljük, a mai még könnyű lesz. Persze. Könnyű? Persze. Nem nehéz. Tét. Na figyelj, így szól, indítjuk az órán. Azák soró. Azák. Soró. Orosháza. Jaj, így van. Jaj. Orosháza, jól van. Orosháza. Nagyon örülök neki. Ez volt a megfejtés. Úgyhogy van egy szép ajándékcsomagod, Anita. Mondjuk, hogy ez mindenkinek már nagyon könnyen megy. Jó, nagyon szépen köszönöm. Ki van ott melletted, valakinek hallom a hangját? Nem, nincs itt senki. Ez autóban ülök, és lehet, hogy a kinti autóknak az ajánlás. Ja. Nincs itt senki. Na, vagy átszólt valaki. Gratulálok! Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Ciao. Szia. Hello. Na, csak mondom, hogy megkaptam az infót közben, mert azért én láttuk dolgokat. 18 különböző műfaji kategóriában zenészekből, zenei szakemberekből, újságírókból álló széles körű jelölő bizottság, illetve egy szűkebb szakmai zsűri. A Fonogram bizottság tagjainak szavazatai alapján alakul ki a jelöltek névsora. A jelöltek névsora. Aha. Tehát már ez is szakmai, hogy ugye bekerültünk a jelöltek. Na, de és mostantól kezdve a közönség dönt.
mert hogy ez a jelöltek népsorát alakítja ki, akit itt felolvastak. Igen, de utána van még egy szakmai zsűri. Nem? Ez nem. Mi a hallgatók döntenek? Ez egy közönségdíj? Nem, ez hát egy szakmai. Mindig azzal szoktak büszkélkedni, hogy szakmai, a fonogram az hát egy szakmai. Akkor kell lenni egy zsűrinek. Tehát volt egy előzsűrizés. Aha, ahogy meg is alakult a lista, igen, és utána van egy csülkebb. És most jön a zsűri. A zsűrizés a külkörülönök, valami friss pogácsát, vagy valami háziosabb, vagy disznótoros kóbászt. Zsű, 9 legyenek a nevek az asztalban. Jó, lakcímmel, telefonszámmal. És készítsd a borítékokat. Egyenként vesszük meg őket. Egyenként vásároljuk meg az összeset. Valahogy elérik a célunkat. Megtaláljuk a gyenge pontjukat, magánnyomozókat állítunk rájuk, zsaroljuk őket, bármire bevegyük. Kéréssel, könyörgéssel, fenyegetéssel, de elérik a célunkat. Először kedvesen intunk, aztán bekeményítünk. Van. Előbb jöjjön a kolbász és a friss pogács. Ki akarna síró gyerekeket maga után hagyni, ugye? Aztán meg a kiszúrt gumik. Az elöntött autók, a meghúzott autók. Ne, volt hozzá tartozó. Érdemes, érdemes. Jobb, ha nyerünk. Hagyjátok nyerni a bukit. Ennyi. Kakával összeked ki nincsek. Azt egyébként is megcsinálod. Hogyja most ide. Az is úgyis lesz. Az is úgyis jó poén. Hogyja most ide ez a diát. Na, jól van. 8 perc van. A szavazás lezárult. Micsoda? Milyen szavazás? Nem a köszönjük a fonogram magyar zenét, a online szavazórendszerében a szavazás lezárult. Na most akkor lehetett rá szavazni? Most csak ez közönségdíj volt? Szólsz, Zsüll. Most szólsz. Ez is a te hibád. Hát akkor szavazhatunk. Most akkor gyorsan. Hát annyi hacker ismerős. Kedves hallgatóink, ha van köztetek etikus hacker, akkor legyen kedves. Egyezés, törje fel a fonogram diát ad oldalát. Nagyon gyorsan. És fonogramba túl, Leci, törjétek föl. Jó? Azt kellene, hogyha feltörnénk, és kiderülne, hogy megnyertük. De a feltörés miatt visszaléptek. Igen. És a második helyzet kis grofó győz. Van egy jó és egy rossz hírem. A jó hír, hogy megnyertétek, a rossz, hogy kizártuk meneteket, mert feltörtétek az oldalt a hallgatóitokkal. úgyhogy nem tudtok nyerni. Igen, az nem túl szerencsés. Aha. Hagyjuk, hogy hagyhozzák meg a döntést. Csak felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehet így is dönteni. Uh-huh. Lehet úgy is dönteni. Ugye? Akkor előre kérjük ki magunknak a végeredményt. Ha az MTV-ben benne van, akkor úgy sincs esélyünk, úgyhogy csak mindegy. Na jó van. 6 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Hát mondták ezt a jó időt, mondták egyelőre, legalábbis itt Budapesten, amit mi látunk szemerkére, az eső, és viszonylag hűvös az időjárás, egy nagyon masszív 9 fokra tudtunk megriadni így kora reggel. Igen, ma már meleget, napsütést, és 20 fokokat mondott a mi Ákosunk is, meg hát sokan mások. Látjuk az SMS-ekből, hogy sok helyen azért már legalább süt a nap, Székesfehérvár, Pécs környéke, tehát tőlünk nyugatabbra egy picit süt a nap, vagy délebre. De itt Budapesten ez nem nagyon akar megérkezni. Nem baj, akkor most bízunk abban, hogy hétvégére megérkezik. Nem? A jó idő. Azt is mondták. Szeretem már, minden az mondtak. Optimizmusodat. Higgyünk ebben. Engem ez már nem érdekel egyébként. Engem csak az érdekel, hogy kis grófó lépjen vissza. Hogy legyen egy fonogram díjunk. Már próbáltuk egyébként hívni, csak az a baj, hogy foglalt volt, mert éppen Matyja Hegedűs próbálja meg elé. Igen, hogy lépjen vissza. Többek kérdek meg, hogy lépjen vissza, igen. Az ajtósi Dürer soron van egy Trafia Hungária körút, felül érkezőket mérik, RA küldte nekünk. M7-es Budapesti jobbfokig hatóság és akadálymentes Aloha, kaptuk ezt is SMS-ben. Aztán a 81-es, 82-es kilométer között 25 fős ruházatok alapján 25 fős csoport halad Budapest felé. Kisgyerekek is vannak köztük. Korán van, igen, ne küldjetek ennyire bonyolult SMS-eket. Metró Zsimi küldte nekünk, ez az M7-es autópálya 81-es, 82-es kilométerénél van. Kapubár és Babót között trafiznak, vezessen mindenki óvatosan, valamint, ugye ahogy mondtam, az M7-es siófoki fehérvári részén vonulnak a leálló sávban. Szombat és Söptek között trafiznak Fehér Passzatból, figyeljetek, és a 4-es számú főút Nyíregyházi bevezető szakaszán a Lukoil kútnál szintén trafi van. Ezt Csoki Guru küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Mi van a kis Illés bácsinka?
leállt a negatív gyűjtés hát szegénynek? Most már minden van. Már mindenki gyűjt? Hát most már ő se akarja ezt az egészet. Igen, már nem akarja. Már megkérdezték tőle, hogy mit szólna ahhoz, hogy kapna néhány új cukrászati gépet, és azt mondta, hogy nem akar neki. Ő már abba hagyja. Neki jók a régik. Egyébként mi is konkrétan kaptunk ide SMS-ben felajánlásokat arra például egy olyan cégtől, aki pont ilyen régi gépeknek a megtisztításával foglalkozik, hogy ők nagyon szívesen vállalnák a rozsdátlanítást, festéktelenítés, hogy eltávolítsák róla még azokat a 40 éves festékmaradványokat, amik rajta vannak, de sem múlthatik rémest. Úgy néz ki, hogy Illés bácsi. Illés, szemetek vagytok. Hagyjuk Illés bácsit dolgozni. Illés bácsi, igen, hagyjuk. Hagyjuk, igen. Csak újítsák fel a gépet. Ne bácsizzatok, érted? Mert ez már önmagában egy ilyen, hogy így szeretetet ébreszt. Néni, tehát Barna Illés, Illés nem azt kell mondani. Barna Illés cukrászmester. Mi a jó? Mi a jó? Mit mondjunk? Barna Illés cukrászmester? Így van, mert az Illés bácsival azt sugallott, hogy ő neki segítségre van szüksége. Őt meg kell menteni, érted? És akkor mindenki rohan egy emberhez. Szegény Illés bácsi. Igen, picit ez az egész egy ilyen félreértelmezett szolidaritás szerintem, de nagyon helyes volt, az. Nagyon helyes volt, mert mi fölhívtuk és sírt, meg aranyos volt. Számos más ilyen üzletet zárnak be naponta, ahol aztán senki nem szolidarít. Itt van egy megható történet, ami így van. Alapján ez a dolog működött, de ez azért picit félre van értelmezve. Én tegnap megint láttam néhány oldalon képeket, hát azért az én egy önmagában megdöbbentő volt. Amit ott láttam a videófelvételt is arról, hogy mi történik akkor, amikor a kamera egy kicsit beljebb megy a cukrász műhelyben, tehát mindegy. Tehát tényleg el kell különíteni az érzelmi részt a szakmaitól, hogyha a szakmai alapon vizsgáljuk a dolgot, akkor teljesen jogos, ha még érzelmi alapon, akkor meg persze sajnáljuk. Erről beszéltünk. Gyerekek, itt van egy kamera, nem tudom, látjátok-e. Hol? Kiről forgatnak, mit nem tudunk. Én ártatlan vagyok, engem nem forgatnak. Pornofilmet készítenek rólad? Pornofilmet? Hát váratom vendégek, hello! Ez nem lehet az Hello! Nem lehet az Endi, mert ő ilyenkor még nincs magánál. Igen, megjött a huligánsz. Mit csináltok itt, srácok? Hello! Mi lefekültek le aludni, sziasztok! Csücsüljetek le mindenkivel, jattolt kezet, vegyük úgy, hello! Jó reggelt kívánok! Csokkoltatok mindenkit, csak mire mindenki lejatol, mindenkivel addigra hallgat. Mindenkit szeretünk, aki ajándékot hoz 8 után. Gyerekek. Mi ez? Hogy kell adásba csempészni magunkat? Egy dobverő. Egy gyerek imádni fogja. Mi a karácsony van, gyerekek? Vagy mi van? Köszönöm. Igen. Ma van apák napja. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ma van apák napja. Az nem van különösben, vagy Ivóna? Ja, Ivónak. Ja, értem. Aha, tehát ma van a vicces apák napja. Igen. És bármiért is vagytok itt, én már azt respektálom, hogy S méretű pólót hoztak. Igen. Köszönjük szépen. Ezt sokáig keresték az XS-es, de nem volt, úgyhogy csak SS-t. Ezt sem tudtak hozni. Na jó, van képixel is volt. Na! Srácok, mi a jövetel célben? Nagyon helyesek vagytok, hogy hoztatok nekünk ajándékot, de hát gondoljuk azért, hogy itt van mondani való is. Köszi a dobítőt. De vagytok adva? Be vagytok adva, igen. Itt az egész zenekar, ahogy látom szinte. Mai nap lényege, szervusztok, először is köszönjük a rádióhallgatókat. Hello. Elsősorban az, hogy ugye apák napja, ti meg, ha jól tudom, mindjárt apák vagytok. Igen. Kettőről egész biztos, hogy tudok. Igen, legalább. Második apropó pedig az, hogy ivó nap is van, nem mellesleg. Harmadik apropó pedig hagyok a többieket is szóhoz jutni. Nem mered elmondani. Mi vagy mi a jövendő, miért jöttetek valójában? Andy? Valójában az van, hogy a Hooligans együttes 20 éves, és ebből az alkalomból új lemez jön, stb. Minden egész nap vagy egész évben ünneplünk, és van egy apánk, vagy apám című dalunk, amit szeretnénk, hogyha meghallgatnátok ti is meg a... És akkor majd lerohanjuk a különböző médiumokat váratlanul, és mindenhol ajándékot viszünk, mindenhol leadjuk a dal című. Csak ide. Nagyon helyes. Hát hova mennétek máshova? Te Andy tényleg nem tud beszélni reggelente? Csak egy mi volt a meghatottság? Nem látom, ennyi napot ment most előtte. Nem csodálkozom. Tudnád, hol járkáltam egy pár napig? Sűrű? Sűrű volt? A pokolba. Ja, pokolba, igen. Igen. Még le volt akarva az ember. Jaj. De ma már újra. Ez egy ilyen múltba révedős? Ilyen kicsit így visszagondolok arra, hogy milyen volt az édesapánk, hogy mennyiszer álltunk az üveg visszaváltónál azért, hogy egy kis pénz is legyen belőle. Jani, nem mindenki úgy élt, ahogy te, János. Hát, ez meséltél. Saját emlék volt, én értem, de azért vannak finám történetek is az embereknek az apjáról. Szóval ilyen múltba révedős?
nem teljesen bulvárévelés, hanem hogy mindenki, most ahogy te is mondtál, a sztorit rögtön, mindenkinek az apukájáról más az emléke. Hát én már annyira apuka vagyok, jó. Meg akkora lányom, hogy már tiltom a Hooligans koncertektől, hogy észrevegyetek az első sor. Egyébként nem kell tiltani. Kössünk már ilyen meg nem támadási szerződés Jani lányára, meg Feri lányára nem sokára. Tehát valamit tegyünk rá. Jó, jövőre megköthetjük már nézni. De ezt a 20. évet még hagy ünnepeljük már, akár velük együtt is. Legyen még egy jó ünneplés. Na, és ez most valami zúzos Hooligans, vagy megint valamilyen himi-humi langyi-bangyi? Tudjátok, nekem ami a szívem, én fisi-fosi, humi-humi. Nem, hogy komolyan zúzunk egyet, vagy most megint összeborulunk és sírunk együtt. Melyik verzió van? Az elején sírunk, utána meg egy kicsit beindulunk. Na, tehát az elején egy kicsit kibőgjük magunkat, és utána a dal második felében zúzunk. Jó, be tudjuk rakni, van egy kis időnk, és akkor mi ezt beszerkesztjük. Hát ha már így lerohantatok bennünket, akkor nagyon szívesen meghallgatjuk ezt a dal egyébként. Nagyon szépen köszönöm. Na, vegyük ki a kis grófot. Fogja az ország. Kivesszük a kis grófot, jó? És akkor helyettük le tudtok menni. Na, és akkor a 20 év az van nagy országjárás, rengeteg koncert gondolom, nem? Így van, elkezdődött a turné, úgyhogy most már heti 2-3 alkalommal fellépés van. Holnap menjünk Pécsre, holnap után Nyíregyháza. Atya Isten. Úgyhogy őrület van. Jön majd Hooligans könyv. Lesz az arénánk november 12-én, és... Cserébe számítok két vinyére. Ja, és jön kell lemezünk, bocsánat, június 7-én, igaz történet címmel a 12. Hooligans album. Azt a minden segít neki. November 12-én már arénázni, hát milyen? Belősz, Havasi Balázs nem lehet belőzni. Havasi elé belősz. Havasinak csak a dátumot változtatják, és sokszor elmondtuk a plakáton 2016-2017. Igen. Tehát a Havasit úgyse tudjátok belőzni, mert ő minden januáron meghirdeti a decemberi arénak koncertet. Ilyen verseny a magyar előadók között, hogy kifoglalja be először az arénát, így a karácsonyi szezonra, lassan már csak novemberre lehet befoglalni karácsonyi koncertre. Mennyi buli van egy évvel? Számoljátok egyébként, vagy egy idő után az ember már csak megy és nem is nagyon számolgatja, csak mennyi. Hány koncert van most a kötve? Egy évben, körülbelül mennyit mentek? Nekünk egy olyan 80 koncert van egy évben. Azt a mindenség. És milyen évben most, Andy? És melyik rádióban vagy? És kik vagyunk itt veled szemben? Gyerekek, Andyvel egyébként régebben, amikor én még Szecskába jártam, minden héten összefutottam, jött ki a gőzből, én mentem be a gőzbe, és láttam, hogy egy egészséges fiatalember, aki karban tartja a testét. Utána, hogy bemenni a gőzbe, olyan párolgás volt ott, érted, hogy minden jött ki belőle. Nagyobbat beleszívtam, mert meg volt. Emlékszel, hogy rengetegszer a Szecskában találkoztunk, köszönjük, hogy belül a medence, ki a medence. Mindig járok. Jársz? Tényleg? Én most egy kicsit leszoktam erről. A legápoltabb rockerek, akiket ismerek komolyabb. Nem minden nap azért, de ja, jó, hát a Deriktól lefelé nem szagolgatok. Na, és most mi volt ez a pár nap? Tudhatjuk, vagy hogy miért mentél sokat, vagy hogy mi volt? Vagy nagy bulik voltak, vagy erről lehet tudni, hogy most mondták itt a többiek, hogy nem. Picit fáradtak, vagy sokat mentél. Hogy ünnepeljük a 20 éves évfordulónkat, és... Hát vannak a zenekar koncerttel ünnepelte, pedig ilyen alternatív megoldások. Koncertek is voltak egyébként. Nem, hetekig mászkált, hogy találjon egy olyan szemébe keretet, mint amilyen Nicky Sixnek van. Jó, hogy bejöttél. Jó hozzánk bejönni. Ugye, srácok? Hát hozzánk érdemes jönni, ajándékot hozni, milyenek vagyunk. Ez jól most van. A hivatalos ivónap egyébként, vagy a hivatalos apák napja? Mert igen, úgyhogy kocintatnánk egyet akkor. Nem, szerintem ez a humorosabb apák napja, az igazi, az júniusban van, és most az ivónap, ugye, és ezért mondják, hogy a vicces apák napja. Aha. Tehát az is két apák napja van, az egyik az ivónapján, a másik az eredeti, az június valamikor, nem tudom, de ma is az, már így van elkönyvelve, hogy ivónap, ivónap az apák napja, de ez a nem hivatalos apák napja. Jó, oké, srácok, és ki forgat veletek? Ez egész nap megy veletek egy kamera, és akkor veszik az egész napotokat, hogy mit csináltok? Mert itt látom, hogy forgatás van. Nem hogy melyik csatorna, csak hogy jól érzem, hogy forgatnak veletek? Igen. Nehogy aztán, nem érted, TV2 megint kibőrözze. Igen, maximálisan jól érzed, ez így történik. Jó, akkor csatorna kompatibilis, csak mondom, hogy beférünk oda. Jó. Bármit is jelentsen ez a szó, de igen. Igen, nem akarom magam kiblőrözve látni egy másik csatornában forgatok. Igen. Te fested a szakállat, Tibi? Aha. Tényleg? Kicsit rásegítek. Komolyan? Rá, eljött az idő, hogy festitek. De azért, mert őszülsz. De miért nem lehet a szvál...
Oda néz, nézd meg a főnököt. Gyönyörű. Hát Havas Henriket vehetjük, igen. De van a zenekarban, most már két Emilio is lesz a zenekarban, csak még Zsoltik a vörös szakárügybe. De hát látom, hogy Andy, te se vetted meg a hajfestéket azért, nem? Tehát, hogy azért úgy picit azért oda is. Tessék? Várjál, csak mikrofonba. Tök normális. A glam korszakban is az volt, nem? Hát, az a nincs baj. Persze, meg hát én rohadtul őszülök már néha, én is elgondolkozom rajta. Persze, ízésből csak megkérdeztem. Meg ha Tibi nem festetné a szakállát, akkor úgy néznek ki, mint Feri. Igen. Jobban gitározik, de csak ennyi. Feri már szürke Gandalfra hasonlít lassan. Igen, néha bottal jön, de most madarakat esik. Innen hova, srácok? Mi a következő? Hova mentek aztán innen? Mi a program? Szakállat festett. Egy laza manikűr, egy laza szakállfestetés? Helyes. Jól van. Oké, meghallgatjuk akkor ezt a kis dalocskát, jó? És kíváncsiak vagytok még a véleményünkre? Maradtok? Vagy, Jó. De már csak azért is, mert hogyha nem túl jó, akkor még itt vagyunk. És mi csak hárvati, meg mi igen. Na, drága Hooligans rajongók, akkor itt most debütál a vadonatúj Hooligans dal, Apám címmel, ugye így, apák napjára sok szeretettel minden Hooligans rajongónak itt a Morning Show-ban. Fél kilenc lesz, pontosan 5 perc múlva a Hooligans vadonatúj dal, a gyerekek még meleg szinte. Már nem úgy értem a dal, tehát hogy forró a dal, a gyerekek, forró. Most kaptuk, és azonnal be is szerkesztettük gyorsan. Debütált a Hooligans új dala, Apám címmel, itt a Morning Show-ban. Én nem megyek a szószébe tényleg egy kis cinkelésre, de ez most jó. Ez most jó, amit hallottam belőle, csak közben. Igen, hogy az átdumáltad az egészet. Az egyetlen, aki meghallgatta az ott. A húzás az ott van benne, hála Isten. Beindul. Az elejére írek, hogy kicsit vétekes, de aztán beindul. A többi már nagyon jó. Utána már egészen jó. Egészen mérül. Hát még a szövegét is kell hallgatni, csak ugye azt mi átbeszéltük. Tehát ezt majd beszélgettünk, hogy mi az, ami veszünkbe jut, hogy ha apánk újra szólhatna hozzánk, akkor nálam azt, hogy még kívül a kombinált fogot a kertbe, aztán berosdás. Igen, mert nekem ad vissza az illkulcsot. Szállj le az illről. Gyere le a platok. Várjatok, adnak. Mondd még egyszer, Csipa, mit mondtál, most már meg vagy. Milyen komolytalan apák vagytok, apukák. Igen. Hát. Valahol ez csak komolytalanul lehet. Semmi jó érzés, nem szorult belé. De csak nagyobb mélyen. De nem, nehéz kérdés egyébként, hogy honnan tudja az ember, hogy jó, nem? Mert nem tanulod. Kísérletezel a gyereken, kísérletezel magadon. Hát van egy mintád, amit vagy akarsz követni, vagy nem akarsz követni, vagy nagyon máshogy akarod csinálni, de hát ez egy nagy, a kérdés, legnagyobb lecke a szülői válás. Kérdés tényleg, hogy mire fog emlékezni majd a saját gyerekünk, ha nálunk a lányom arra fog emlékezni, hogy Justin Bieber az én házomban! Igen, de ez nem is az apa oldaláról nézi a dolgot, hanem ez inkább a gyerek, ez inkább a ti mondatotok, hogy apa, de jó lenne, ha még itt lennél, és látnád, hogy hova jutottunk el a 20 év alatt. Nem, az van benne. Igen, ezért mondom, hogy a szöveget csak hallani kell, csak azt mi átdumáltuk. Én mondom, egyedül voltam, aki veletek volt ebben a dologban, a többieknek más dolga akar. Hát, és hogy pont ez szól belőle, hogy apa, én meg itt vagyok, megcsináltunk 20 évet, eljutottunk valahonnan, valahová. Feriké, nagyon szépen köszönjük. Pont ez lenne a dalnak a lényege. Na, pont ez erről szól a dal. Igen, Feri volt veletek itt a stúdióban, én viszont otthon is hallgatlak néha benneket. Micsoda! Nekünk közös fellépéseink vannak az óvodai bálon! Viccelsz! Egy óvodába járt a gyerek, minden, tényleg? Most már évek óta mi koncertezünk, képzeld el azt a bulit. Szép kis bál lehet, az is. Az nagy maradt azért. Nem. Komolyan? Most haza... Nem, hát én még ennyit nem rögtem egy koncertünkön se. Vagy egy színpadon levő dologban, de hát Feri, ez véletlen, hogy végignyomta azt a három számot játszottunk. De az olyan volt. Olyan volt tavaly. De ezt letolta. Tavaly egyébként reggelig volt, idén hazavitték. Na mindegy. Az óvonéni mindig szól, hogy én csak óvatosan a bóléval Andy bácsi hoztam.
Na jó, van, fiúk, hát nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen, hogy ilyen kis... Köszönjük nagyon. Gerilla Marketing elé lerohantatok bennünket, csókoltatunk, és gratulálunk az elmúlt 20 évhez, és hát nagy kalappal nektek erre az évre, meg még legalább 20-at. Jó? Köszönjük, vigyázzatok magatokra. Huligánsz, köszönjük szépen, csak keményen, ciao. És csak mondjuk egyébként, hogy a Facebook oldalunkra föl fogunk tenni majd egy dedikált pólónak a képét, meg egy Andy Signature. Így van. Hikori dobtő párt is. Föltesszük a Facebookra, a dedikálva, nézzétek meg milyen szép, aztán hazavisszük. Mi kaptok, ennyi. De a Facebookon fönt lesz, és meg tudjátok nézni. Igazi hikori? Én most hallottam egy hikori. Bármit is jelentsen, ez hikori. Hát. Kisorsolhatom, nagyon helyesek voltak a srácok, de kisorsolhatunk egyet aláírva. Tehát, miből? Hát hogy én kaptam egy pólót, én nem szívesen odaadom. Mondom. Nem úgy értem, hanem vannak nagy huligán szöngök, hogy írassunk egyet alá, és egy nagy csomagot adjunk oda. Pontosan ezt mondtam én is. De nem baj, így most szerintem nyomatékosan. De úgy értem, hogy adásban sorsoljuk, tehát a Facebookra föltesszük magát a képet, de ne a Facebookon sorsoljuk. Jó, legyen így. Jó, SMS jelentkezős játék. És valahogy meg 9 után valami SMS. Folyik, már, hogy visszalép. Nem. Na jól van. Fiaim, büszkék vagyunk rátok, jött ez is SMS-ben. Ez kihez jött? Hát nem hozzád. Tudom, biztos hozzánk. Zsapád írt, vagy... Nem, szerintem az a srácokhoz. Hozd vissza a csicsolja a DVD-t, rohadt éleges. Igen, nagyon büszke. És az országjárók sorozatot hoz vissza a rohadt életben, meg a világjárókat. Nagyon büszke vagyok, de a dedikált Elizabeth King DVD-met jól lenne válva visszahozni. Ja, Istenem, nehéz kérdés ez a szülővé válás. Ugye? Ez egy nehéz kérdés. Nem? Nem tudom, nem lehet jó, csináld, ahogy érzed. Én pont valamelyik nap ezen gondolkodtam, hogy de most verje meg minden nap. Nem. Az egészben csináld, ahogy érzed. Hát most mégsem pofoszhatom le minden nap. De nem így van, ez egy ilyen nagy kísérletezés. Ugye? Magadon, a gyerekkel, szóval, hogy, és nincs semmilyen itineret, hogy ezt hogy tudod jól csinálni. Az ösztöneid alapján mész, aztán vagy nagyon elrontod, vagy csak kicsit rontod el. 20 év múlva derül majd, hogy mennyire rontottad el valójában. Igen, nem? Csak a baj az, hogy ez nem olyan, mint a szobafestés. Elrontottuk, csináljuk újra, érted? Tehát, hogy a 20 év után valóban kiderül, hogy jól csinál, és ha rosszul csináltad, vagy van egyáltalán, hogy rosszul? No, ahogy ne. Hát azt szerintem van. Hát azt... Lehet, hogy valami úgy kell történjen. Nem? Hát igen. De most már sokkal jobbak egyébként az ószerek. Ezt szeretem benned, János. Igen, amikor ilyen mélyebb dolgokról beszélgetünk, úgy mindig megfogod a lényegét. Harsnájt a gumin. De akkor nem lesz baj. A dupla lány, csak a tripla a jobb. Hát igen, nehéz kérdés. Ez 8:30 volt pontosan, 1 perccel. Elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza Ákos híre után. Legyen valami peszkés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés. Háromnegyed 9 lesz, pontosan 1 perc múlva. Egy zenekar két arca? Mi volt ez az egy zenekar két arca óra? Itt még rockerek voltak. Lehet egy jó kicsi Huligánz Zali. Gondoltuk, hogy akkor a már rendesek. Illetve csak a stúdióban szólt, ez lement most. Igen. Egy jó kis Huligánz Zali. Megérdemlik. Helyesek voltak egyébként, bejöttek, úgyhogy... De jó, de ez egy kicsit rokkosabb. Ez egy kicsit rokkosabb. Egyértelműen. De a koncertjéken egyébként semmi nem hibázik. Tehát, hogy azért ott ők továbbra is rockerek 100%-ig. Tehát, hogy másképp nem is működne. Szerintem a dolog, nyilván kellenek ezek a kis rádiókompatibilis nóták is, de ez sem az ő hibájuk, én azt gondolom, hogy... Hogy ilyen dalokat kell csinálni? Igen, hogy az előző? Hogy rádiókompatibilis legyen? Így van, tehát, hogy azért... Hogyha nem olyan lenne az elvárás, meg nem olyanok lennének az igények, mondjuk így a kereskedelmi rádiók részéről, akkor valószínűleg kevesebb lírai dalt csinálnának a rockzenekarok is, illetve hogy nem ebbe az irányba mennének el. Mert vagy nem kötsz kompromisszumot, és nem kerülsz be, vagy kötsz kompromisszumot, és ott vagy. És az a baj, hogy ez már egy 20 éves történet. És nem is fog változni. Ne, de hörgősre fögösre játszhatsz mindig, nem? Hát kinek mi a hörgös röpögés? Hol a
Na, azt mondja, Nyíregyháza Debrecen 150-es környékén, a 150-es Nyíregyháza Debreceni út 150 környékén mérnek a városba érkezőket, figyelik, úgyhogy vigyázzon mindenki, Valkó küldte nekünk. Aztán, úristen, de felébredtem, leszakítottam a kormányt, köszi. Deco üzente nekünk. Lassú haladás a budai és a pesti alsórakparton, valamint full control készülődik az M6-oson, Százhalombattánál, Pest felé, Sasza üzente nekünk. A gyári M0-ás kihajtó is be van állva, óriási a dugó, és az új M0-ás M5-ös előtt Győr irányában kb. 5 kilométeres a sor az M5-ös M0-ás találkozásánál. Így van, az ott le van zárva, ott van egy kis dugó, úgyhogy arra készüljetek, ott valamiért nem engednek föl benneteket a nullásra, tovább kell menni, és emiatt dugóra lehet számítani. Vésztő, Tarhos között trafiázű színű Skodából, jó a műsor, ez Jók küldte nekünk, köszönjük szépen, valamint az M1-es 48-as kilométerénél szintén mérnek Győr felé, úgyhogy vigyázzatok. Még a hooligánshez kapcsolódik, hogy ugye az előbb elmondtunk, de ha valaki esetleg nem hallotta volna, akkor perceken belül felkerül majd a Face-re egy fotó a zenekarról, meg egy dedikált pólóról, meg egy Andy által dedikált dobverőről, ezeket fogjuk kisorsolni azok között, akik megírják arra a bizonyos kérdésre a választ, amit szintén felteszünk a kép mellé, majd figyeljétek, jó? Na. Mit talál, mi van nálad? Nektek valamit. Na. A mellettünk lévő ház parkolójába, illetve nem parkoló, hanem ugye nyílt utca, de parkolóhelyek vannak kialakítva. Áll egy kékszínű autó most már hosszú idő óta, és hát fölhívnám a figyelmedet, ez azóta gyarapodott a szélvérdőn lévő dolgokra. Azt a mindenségét neki. Azt a vede, 1, 2, 3, 4, 5, legalább 5-öt számolok, mert hogy még alatta is van egy csomó. Duplázva vannak, hogy azon kezdte meg gondolkozni, Mikulás csomagok vannak rajta, tehát igen. ugye nem fizeti a parkoló díjat. Az emberünk, ez egy kékszínű, nem tudom, mindegy milyen autó, rendszámmal egyetemben, tehát hogy még csak az sincs, hogy tudod, leszedi a rendszámot, adom, leszedi a rendszámot, és akkor egyébként ott parkoltatja az autóját. Tehát ő konkrétan tojik arra, hogy neki minden nap legalább egyszer megbüntetik a kocsiját. Nagyon nagy, lassan olyan a szélvédő előtt, mint ilyen külső légzsákok lennének, akkor a mélységbe gyűl össze. És azon gondolkoztam, hogy a húzavona az vajon melyik oldalról lehet az erősebb, és kiunja meg hamarabb. Tehát a csávó mit csinál, elkezdi befizetni A, B, a hatóság lép és elvitetik az autót, vagy ilyenkor mi van? Hát ez a, igen, ez egy jó kérdés, hogy ilyenkor mit csinálnak, mert ugye te ki tudod vonni a saját autódat a forgalommal, leveteted a rendszámot, igen. ha nem használod, és akkor nem kell semmit ráfizetni. Igen, de ezen látod. De így ott hagyni, ez így elég erős. Ki adja fel előbb. És már ugye a gumiban már nincs nyomás, ez nem tudom, ez egy két-három héttel ezelőtti kép, most tegnap, hogy mentem a Somáért az Oviba, akkor megint megnéztem, még mindig ott van a jármű, most már gyakorlatilag tele van a szélvédő a piros Mikulás csomagokkal, már a gumija le van pukkanva, tehát az emberünk biztos nem tud vele elmenni, és azon gondolkoztam, hogy mi van ilyenkor. Hát akkor... hogy mire vár? Ez egy tiltakozás a részéből. Egy ellenállás. Igen. Ellenáll. Én te valószínűleg valami történetet a tulajjal, nem? Mert egyébként így nem hagyod ott az autódat. Ráadásul ugye 1000 ott a helyszínen, utána 4000, 15000, tehát ezek a büntetések, ezek pillanatokon belül annyira durván fölmennek, ha ott nem fizeted be, x napon belül, akkor utána már a sokszorosát fizetett. Tehát ez így már, ami rajta van. És most mindegyiket aha. ki kéne neki fizetni? Tehát ha most hát ugye minden nap egy új tilosban parkolás, tehát elvileg egyébként igen. Elvileg persze. igen. De az érdekes, hogy illetve valószínűleg az lehet, hogy ugyanaz a közterületes járhat minden egyes alkalommal, mert különben miért rakra rá újabbakat és újabbakat? Hiszen, hogyha én oda megyek és látom, hogy már megbüntette valaki, egy kollega, akkor nem rakok rá egy másodikat, harmadikat, negyediket. Elvilegben csak egynak kellene rajta lenni. De a közterületes valószínűleg ugyanaz lehet, mert látja, hogy a tegnap is rajta van, még a tegnap előtt is rajta van. És mindig rakosgatja rá. És nincs kegyelem. Tehát látja, hogy rajta van az öt, és ráteszi. A közterületes például mit gondol, amikor ráteszi? Az azok a közterületesek nem nagyon gondolkodnak. Nem, semmit? Nem láttam még nagyon gondolkodó közterületes. Nagyon ritkán látok. De érted, mi a francnak teszed rá? Látod, hogy nem fizeted be 30-at, ez akkor az. Minek? Minek még egyet? Hát azért teszi rá, mert neki ugye a büntetés alapján neki jutaléka van, tehát ő kap pénzt. Jó. Ugye, tehát hogy ő kioszt egy büntetés, az mindegy, hogy ott van 30, ha ő másnap megint kiosztott egyet többet, akkor ő annyival többet kap. Ugye, hát ezt azért próbálják tagadni, de ez mindig így, vagy van egy minimális fix fizetés, és ugye érdekeltek abban, hogy büntessenek, mert egyébként meg ülnének az utca sarkán, és amit dohányoznának. Tehát, hogy érdekelté teszik őket, ők ebből kapnak nyilván valamennyit. És ez nem tűnik fel a számlázáson, amelyik kioszták neki a jutalmat, vagy nem tudom, illeték, vagy nem tudom, micsodát
sikerdíjat, vagy a fene se tudja, hogy hogy nevezik ezt a dolgot, hogy mindig ugyanaz az autóhoz kapcsolódnak a bírságolások. Ebben a hónapban 30-szor sikerül bírságolni ugyanazt a Skodát, tudod. Nem, vagy az lehet, hogy amikor ellopnak egy autót, akkor azt valahol leteszik pihentetni. És ugye nem szedik szét egyből, nem mennek vele, néhány napig valahova lerakják. Lakótelepekre szokták, meg hát úgy ott hagyják valahol. Tehát elviszik A-ból B-be, de mielőtt a B állomásra érnének és szétkapnák, vagy valami, azért pihentetik az autót valahol. Tehát ez lehet, hogy egyébként ezt a tulajdonos egy baromira keresi valahol, a rendőrség ugye nem találta meg, és simán lehet, hogy lopott az autó. Aztán letették, leparkoltatták, nem tudtak érte menni, vagy közben nem tudom, forró lett a talajuk, nem mentek érte, és a kocsi ott áll, és egyébként lopott autó. Tehát ez is lehet. De ezt az egyébként autót már lassan már csak a vitézék vennék meg az új közlekedési múzeumban, mert nem egy új darab. Igen, alkatrésznek se érzem erősnek ezt a kocsit. Nem, szegény, nem, persze, de hát az a szét lehet kapni, hogy ez is Skoda, nem tudom, Felicia, vagy nem tudom. Hát az sok meg kell nézni a csomagtartóba. Érted? Lehet, hogy benne 30 kiló kokó. Mottól sűrűtek. Igen, és Skoda Fabia csomagtartóm. Hogy kikeresi. Egyébként ott nem keresni. 4 kiló kokó. Igen. Érdemes lenne megnézni tényleg, hogy mi van a kis kodriba. Mi van a hátsó? Ja, lehet, hogy a tulaj. Mutatom, megy azért a játék. Is lett. Április 11, látod itt körülbelül 15, április 12, leszette éjszaka a tulaj. Akkor újra, leszedi. Újra büntet. Most megtaláltam a régebbi képeket. Az április 11-e, itt van rajta 15, április 12, megint arra mentem, itt már csak 2 van. Ez akkor ez egy harc. Igen, akkor ugye? Az, hogy én mondom, itt az, valami itt van. Itt egy háború van. Igen. Nagyon durva. Na, gyorsan megmutatjuk, hogy mi a beugró hármas ugrása. Figyeljetek, jó? Mutatjuk. Ez a beugró hármas ugráshoz. Na, sokat játszottuk, a legtöbbet rommá, még talán többet is, mint amennyit kellett volna. Mit hallottunk, jó? 2 darab dalcím, 2 darab előadó, ezt várjuk tőletek SMS-ben. Mi pedig jövünk a hírek után, és próbálunk egy picit utána járni annak, hogy mi történik az országos sírásó versenyen Debrecen június 3-án. Annyira morbid a dolog, hogy nem találok rá szavakat, ugyanakkor rettenetesen szórakoztató. A technikai része is érdekes. A technikai része is érdekes, és hát tényleg nincs más, mint hogy ha már ez mindenkire vonatkozik, hogy egyszer át kell menni, akkor legalább röhögjük. Röhögjük szemben a dolgot. Országos sírásó versenyt rendeznek december 3-án. Nem csak azt nézi, hogy a zsűri, hogy milyen gyorsak a sírások, hanem milyen szép a sírgödör. Hmm. Hogy állnak a szögek, betartják-e a munkavédelmi előírásokat? Izgalmas hangzik. Hát van-e beomlás veszély, stb. Ez nem egy egyszerű szakmai, oda mész és ásol egy gyödröt. Derék, szögek, mélység, féljetek, párhuzam. Minden tisztességes szakmában van egy meós vonal. Érted? Ahol igen, a minőséget igen ellenőrzik, akkor a sírásoknál is kell lenni. Na, ennek próbálunk utána járni, hogy mi történik az országos sírásó versenyen. Jövünk a részletekkel, Ákos, ide jutam. És most! És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a klasszon, és folytatjuk már is. M0-ás nem kicsi a káosz, gyerekek. Mondjátok azt is, mert 12 kilométeres már legalább a torlódás, és áll a sor vecsés felé. Mondtuk mi egyébként egész reggel nagyon sokszor, hogy ott káosz van az M0-ás és az M5-ös találkozójánál, ráadásul a füvet is nyírják, ráadásul valami kamion is lerobbant arra, tehát óriási, óriási káosz van. Hatalmas baleset van Nagy Cenk és Kopháza között, kerülni bal felé lehet, ezt Anett küldte nekünk. Az M3-as Mogyoródnál teljesen tiszta, valamint Mérnek. A Trafisznak az M3-ason Miskolc felé az Aszódi lehajtónál, ezt Csaba küldte nekünk. Köszönjük szépen. Áll az M0-ás, ugye ezt mondtuk, valamint az M1 felé az M0-ás, az M5-ös után nem sokkal egy híd elemet szállító kamion rakománya mozdult el, 10 kilométeres a dugó, az M0-ás az M3-as felé tökéletes, tehát ez az oka egészen pontosan a dugónak. Kapuvár és Babot között trafiznak, valamint Táviró utcában trafiznak szintén a 9. kerületben, és Szombathely és Söpte között trafiznak. Már megint csak a trafi, a trafi és a trafi. Mindenhol. Mindenhol trafi van. Na, Puda? Ide? Kérem, szóltam? Nem ide Puda. Mondtam bármit is? Ide Puda. Jó, akartam mondani bármit is? Várjuk a 0-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 
Na, szóval, hogy országos sírásó verseny Debrecenben. Hát ez annyira vicces, mint amennyire morbid. De közben valahogy mégis az egész nekem nagyon tetszik. Hát ez sírásó verseny érdekes, Debrecenben. Érdekes, hát...
Felébred bennünk a világra rácsodálkozó kérdésekkel teli gyermek. Nem? Vagyis, hát hogy miről szólhat egy sírásó verseny? Vannak gyorsasági számok, vannak nehézségi számok, van szépségdíj van. Vagy pedig mindez együtt? Én szerintem ez egy ilyen hagyományőrzés lehet, nem? Hogy a sírások, akiknek a munkája nagyon fontos, most kipróbálhatják saját magukat. Tehát én nem hiszem, hogy laikusok mennek oda sírtásni, hanem a sírások mennek oda versenyezni. Tehát szakmabeliek versenyeznek valószínűleg. Szakmai találkozó. És akkor ez egy ilyen hagyományőrzés, és hát a síráson szakma megbecsülését kiváltó esemény sorozat, amivel te jobban becsülöd meg a sírásokat, mint ahogy egykoron egyébként sokkal nagyobb megbecsülésnek örvend. Azt, hogy miért hozták létre, azt igen, de hogy konkrétan egyetlen darab versenyszám lett, vagy lehet több? Lehet rövid táv, hosszú táv, olimpiai táv. Tehát hogy bomlik le? Hát, különböző most belegondolok, ami hozzám kicsit közelebb áll még, mint a sírás és a kolbász, ott is van érted vékony kolbász, vastag kolbász, igen, friss kolbász verseny, füstölt kolbász verseny, száraz kolbász verseny, érted? Ez az. Stifolder verseny. Ez tehát az, szerintem több, azért biztos, hogy valami szinten el van így aprózva a dolog, és akkor így több különböző szegmensben így meg tudják mérni. Közben annyira morbid, magukat, nem? Az egész pedig valahogy. Hát szóval, igen, hogy, végzi de hogy ez így hozzátartozik. Végzi a munkáját, mert egyébként meg nem tud hova tenni a koporsót. És hát ez igen. Itt a vége, fiúk, nem? Szóval igen, de ahogy így nézed azt a képet, ahogy ő ott ássa, tudod, hogy ez igen, hogy ez az élet vége. Figyelj, ez elkerülhetetlen. Tehát előbb-utóbb megyünk oda. Volt attól is belekeveredik egy ilyen érzelmi vonulat, de azért ettől függetlenül az, amit ők végeznek, az egyfajta szakmunka. Tehát, hogy annak nem feltétlenül kellene szerintem a kegyeleti részébe belefolynia. Nem? Tehát, hogy ez a nem értem ez most, a mire gondolsz. Az, hogy ez a meló része a dolognak. Tehát egy gödröt kiásni, ez meló. De most ezt mire és mondod? És arra, hogy ezt mondod, hogy hogy milyen morbid. Szerintem semmi morbid nincsen benne. Mert én azt gondolom, hogy ők a melósok ebben hát a szegmensben. De nem ugyanaz, mint amikor gázelvezető árkot, vagy izét érted, ásom. Ugyanakkor meg de. Igen, szakmailag ugyanaz, de hát a ház alapján a szerintem kiásása. A lesz, igen, de hogy az nem ugyanaz, mint lesz, ilyen, hogy ki másik kiássa a gödröt szomorú barccal. Tehát, hogy ez a rész, ez biztos, hogy nem jelenik meg a versenyen. Nem, hát csak nyilván más az érzelmi töltet, hogy egy épülőház alapját ásatod ki, a gázcsövet fekteted le, vagy sírt ásol. Ugyanúgy szerintem működik. Is kemény azért. Igen, tehát az ásó benyomása a földbe, lábbal egyel megtámasztasz másikat, ráteszed, ugyanaz a mozdulat. De nem ugyanaz mégsem, mert sírt ásol, vagy alapot ásol. Hogy ez csak az mi fejünkben van így? Te azt mondod, hogy ez... Én szerintem sok ez... ember fejben van így azért. Igen, tehát, hogy azért, tehát akik nem tudom, horrorfilmeket szocializálódtak, és azért egy kicsit elgondolkoznak az élet értelmében, és látják azt a sok embert, hogy síráson versenyt szerepelni, azért az, hogy ugyanakkor tök jó, meg fontos, amit csinálnak, csak azért kicsit közben morbid maga, nem? Hogy ott megnézed, hogy hát igen, melyik lett a legszebb sír, nézzük meg, és ott állnak bent is, iszonyatosan mérik a szögeket, és közben baromira versenytársnak. Volt előválogató, elődöntő, vannak megyei döntők, érted? De van egy csomó kérdés, mehetsz-e tovább, hogyha Debrecenben az országos bajnokságot megnyered, akkor van-e tovább? Van-e városi megyei EB? Országos EB világkupa sorozat esetleg? Igen, látod, és mondanák, hogy hát ugyanígy működik, de mégis azon, amit a Balázs mondta, hogy basszus, ezek közben nagyon kemény. Igen. Itt van Zoltán, a verseny szervezője, Jurácsik Zoltán, a Magyarországi Temetőfenntartók Egyesületének elnök helyettese. Zoli, jó reggelt kívánunk, hello, jó ciao. Reggelt, jó reggel. Jó reggel. Sírásó verseny? Tényleg? Ez az első egyébként, vagy erről csak most hallunk, mi először ilyen már minden évben volt? Maga a sírásó, ez a Magyarországi Temető Szenttartók is üzemeltetők szervezésében ez az első sírásó verseny. 2005-ben már volt Magyarországon, Pécs városában egy hasonló szakmai összejövetel, és ott is rendeztek egy sírásó versenyt. Az akkor nem kapott még ekkora média felhajtást. Amit azért fontosnak tartok megemlíteni, hogy ez nem csak egy sírásó verseny. Maga a sírásó verseny egy kísérő rendezvény, egy kétnapos országos szakmai konferenciának és kiállításnak, szakkiállításnak, és... De várj, milyen konferencia? Tehát miről szól a konferencia? Temető fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos szakkiállítás, és
Balázs, nem morbid. Hát de, ugye, hát az egy kicsit az, a horror kiállítás, a horror kiállítás Budapesten az morbid, én azt gondolom. Figyeljetek, ez egy szakma. Ez egy szakma, ami nagyon komoly jogszabályi keretek között zajlik. Nagyon komoly technológiai fejlődésen megy keresztül az elmúlt 10-15 évben ez a szakma. Tehát itt ezen a kiállításon nagyon színvonalas technológiai... Jó, most minket a sírásó verseny érdekel leginkább, bocsánat, tehát a kiállítás is csak reklámot nem akarunk nagyon csinálni. Ezeket utána felhasználják? Tehát ott marad a delikvensnek, aki érkezik? Mert ugye, hogy egy köztemetőben zajlik maga a sírásó verseny, csak kérdezem, ha már ott a legszebbet kiássák, az valaki megnyeri? Nem. Tehát az utána visszatemetitek? Nem, persze, természetesen. Tehát maga a sírásó verseny az úgy fog kinézni, hogy a versenyszabályzatban meg van határozva az, hogy 2 méter hosszú, 80 centi széles, 2 méter mély, tehát normál mélységű sírgödröt kell a kollégáknak kiásni. Időre? A versenyzőknek, de alapvetően számít a gyorsaság, persze, tehát azért fontos, hogy mennyi idő alatt ássák ki, de mindezek mellett vannak olyan minőségi paraméterek, amit figyelünk. Tehát ilyen például, hogy tényleg megvan-e teljes mélységben a 2 méteres hossz, megvan-e teljes mélységben a 80 centi szélesség. Csak ezt lemérítek, vagy vannak a próbafekvők, akik befekszenek, és megnézik, hogy ez... Nincs. Tehát ilyenkor lemérjük, illetve a verseny második szakasza, amikor a elkészült sírgödröt, a két sírás meg a vissza is hantolja, és azzal zárul le részükre a verseny, hogy az elkészítik a sírhantot, és a minden csapat kap egy darab fejszát, és azt kvázi elhelyezik a hantban, és itt van kész. És akkor ott nyomjátok meg a stopper órán a gombot. Adott csapatnál így van, de mindezek mellett azért vizsgáljuk, illetve figyeljük azt, hogy a munkavédelmi irányelveket betartják-e, illetve azért az is számít, hogy milyen megjelenéssel, tehát milyen munkaruhában, milyen felszerelésekkel érkeznek, tehát ezek mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják a végeredményt. Ez egy szóló vagy páros szám? Két fő kell a sírásás végzéséhez, tehát minden csapat készül. Jelenleg 14 csapat regisztrált már a tegnapi nappal erre a rendezvényre, az ország minden részéről. Itt a viselkedés közben figyelitek? Tehát a szomorú arc, mély sóhajok, vagy itt lehet közben felszabadult románi röhögni, sztorizni és közben ásni. Én azt gondolom, hogy maga ez a téma, tehát ugye a halál, a temetkezés, ez általában, sőt, ez egy szomorú világ. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy akik benne élnek, higgyétek el, ugyanolyan átlagos, normális emberek, mint ti, vagy akár én. Nem is állítottuk az ellenkezőt, meg nem is gondoljuk az ellenkezőjét. Azt mondom, hogy a munkavégzés, tehát a munkavégzésük során, amikor a reggeli előkészületek során a sírgödröt kiássák, olyankor természetesen van beszélgetés, csinálják, biztos, hogy van viccelődés, sztorizás, de onnantól kezdve, amikor maga a temetés elkezdődik, mert ezeknek a kollégáknak a sírásás és csak az első feladat. Ugyanezek a kollégák utolsó útjára kísérik az elhunytat, örök nyugalomra helyezik, és azért itt ugye a médiában megjelent már nagyon sok komment, amit így az ember olvas, meg én is olvastam. De és mit mondanak inkább? Hát figyeljetek, az igazság, hogy a kommentek hülyen tükrözik a magyar embereknek a temetkezéshez, a gyászhoz való viszonyát. Az igazság, hogy mi látjuk, tehát a tőlünk nyugatabbra lévő országokhoz képest, de északabbra lévő országok, tehát akár a szlovák, vagy akár a lengyel területen élő embereknek a kultúrája jóval magasabb szintű, mint a miénk. Tehát itt Magyarországon sajnos az emberek gyászkultúrája egy 20 évvel ezelőtt egy picit megrekedt, és ennek köszönhetően ez a szakma és ezek a sírású vagy temetkezési kollégák eléggé hát lebecsült embereknek tekintenek. És ugyanakkor az az érdekes, fiúk, hogy azt kell tudomásul venni, hogy ugye kommenteknél írják, hogy bárki egy étizáb ember ki tud ásni egy sírt. Igen, biztos, hogy ki tud mindenki ásni egy sírt, csak ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy temetés rossz idő miatt sosem marad el. Tehát a fiúk ásnak akkor is, amikor mínusz 10 fok van, senki nem vitatja, tehát erről nincsen szó. Ami érdekes, hogy ezek az emberek vagy nem egyetemi végzettségűek, általában 8 általános érettségizett kollégákról, szakmunkásokról van szó. És a kommentőrökre nézik őket? Azt akarod mondani? Igen, sajnos, igen, ez érződik. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ezek az emberek, meg azt mondom, aki a szakmában dolgozik, és minden nap találkozunk az elmúlással, halállal, és ugye a nagyszámok törvény alapján az igazság, hogy és
Debrecen említem, minden héten temetünk 40 évnél fiatalabbat, minden negyedévben temetünk kiskorút, minden hónapban van fiatalkorú elfogtunk. Ez az, amire már igazából mi nem is akartunk beszélni, mert hogy ez... Megértettem csak, hogy azt akarom ezzel szemléltetni, hogy ezek az emberek, akik itt a gyászolóknak segítenek azzal, hogy olyan méltó körülmények között fegyelmezetten, összehangoltan végzik a munkájukat. Jó, ezt értjük, tisztában vagyunk. Oké. A szakmai konferencia egyébként tartalmaz valamilyen innovációt, hogy a temetkezésben a következő években milyen újítás várható? Mert itt már hall az ember olyat, hogy mint a világűrbe ki lehet lőni a hambakat, meg a halott hambait bakelit lemezbe öntik, és megszólaltatják a temetése, meg plüssmackóba rakják a hambakat. Egészen beteg dolgokat préselnek belőle. Igen, de egészen beteg dolgokat hall az ember. Ez igaz? Vannak ilyenek. Itt azt gondolom most ezen a temetőfenntartás és üzemeltetési rendezvényen, például ami most így újdonság Magyarországon, ezek az úgynevezett bio-urnák, amikor az elhunynak a hambait egy urnába teszik, lebomlik, és ebben az urnában van egy fa mag, vagy egy kis hajtás, és ebből kinő majd egy fa vagy egy cserje. Ez egy újdonság. Ilyen például az, hogy van ma már Magyarországon elérhető egy mobil hamvak szórására szolgáló mobil berendezés, tehát ha adott temetőben van egy olyan szóró hamvak szórására kijelölt parcella, de nincs rá technológia, akkor lehet ilyet rendelni, és például nálunk ezen a rendezvényen egy ilyen cég ki is fog állítani. Meg hát az igazság, hogy most már a 3D térinformatikai technológiák elérték a mi szakmánkat, tehát például egy olyan komoly háromdimenziós térszkeneléses technológiát fognak bemutatni, amelyel mondjuk egy temetőt le tudnak háromdimenzióban szkenelni. De komoly, és nektek van Uberetek, mint a taxisoknak, aki ellen majd kivéljük majd az utcára? Títsák be, az nincs, már fejlesz. A sírások azt mondják, títsák be a Bobcat-et. Le a Bobcat-tel. Figyeljetek, fiúk, érdekes, mert nagyon sok helyen, és ez nem Magyarországra, meg az európai kultúrára érvényes, de ugye nagyon sokszor látjuk filmekben, Amerika katonatemetés, ugye hantos sírhelyek vannak, ami azt jelenti, hogy tiszta zöld minden, pázsit, hogy sírásógéppel lássák a sírokat. Van egy-két ilyen, amit Németország, Belgium környékén is használják, nálunk ez esélytelen. Gyártott temetőben látjátok. Öt sírások vannak, igen. Figyelj, akkor itt is járnak az emberek pavilonról, pavilonra, gyűjtik a prospektusokat, esznek közben ropit, és mennek, ahogy ez egy ilyen kiállítás. És fekete leves. Expónszokon legyen szakmai konferen. Ez zárt körül. Aha, jó. Sajtó nyilván az zárt körül rendezvény. Tehát nincs az, hogy mennek a pavilonról pavilonra egy nagy csomag nógrádi ropival. Nincs ilyen lufi, nincs lufi osztogatás a gyerekeknek, a gyerekeknek. Ez egy szigorúan zárt 17 szakmai előadás. Jó, oké, Zoli, ez oké. A nyertes az megy világbajnokságra, vagy EB-re? Na most hallgattalak benneteket már előtte. Igen, érdekes, ugyanis nem véletlenül... Csak egy rövid válasz, Zoli. Trencsénben ez év októberében lesz a Visegrádi Négyek Temetkezési Egyesületének egy sírásó versenye, és a győztes csapat képviseli Magyarországot ezen a V4-es versenyen. Na hajrá nekik, köszönjük. Hát drukkolunk nekik. Zoli, köszi neked, ciao. Jó versenyzést hétvégén. Köszi. Hello. Sziasztok. Hát, Visegrádi Négyek. Zoliba volt vitamin. Adott is, meg vitt is. Igen, szereti a szakmáját. Elvette, amit el kellett venni, elvitte. Igen, szereti a szakmát, volt benne vitamin. Kraft. Igen, azért ez kemény. Azért, ha nagyon ezt nem is nézem meg. A hallgatói SMS-ek. Aha, én a technikai részére leszem valami igazából kíváncsi. Hát, hogy mit tudom én, hogy egyszerre egy ember van bent a gödörben, ketten és akkor mint a ketten vannak bent a gödörben, de úgy elférnek, tehát tudnak dolgozni. Nem úgy megy, mint a pankrátoroknál, hogy amikor az egyik be akar menni a másik helyet a ringbe, akkor lepacsíznak, vagy van. Hát, hogy de. Csap bele, Józsi. Oké, de jössz. Igen. Hamvaim a drónnal vigyék fel, csak ne nekem. Ne felcsúton, ott tilos a repkedés. Már van ilyen is egyébként, helikopterrel, meg már Dunában, meg nem tudom. Csak hogy még vidámom legyen egyébként, bocsánat, csak egy mondat, hogy a csömöri hamvasztó pedig nyílt napot hirdetett, úgyhogy ha valaki esetleg akar menni, akkor nyílt nap van a hamvasztőzemben, turnusonként lehet elindulni 9-kor, 11-kor, 1-kor egy adott időben, ugye egy adott napon, és be tudod járni a csömöri hamvasztót, és meg tudod nézni, hogy nyílt nap alkalmával. Egyébként érdekes, hogy mi történik veled azután, és megnézheted a kemencéket, és nyílt napot tartanak, várnak minden érdeklődőt szeretettel. Mama, mondhatnám. Akkor elgondolkoztam, hogy egy elmegyek. Az engem, hogy már mi lesz út. De mégis érdekes. Hát azért mégis érdekes. Te az utóbbit választod, ha vége?
Hogy tetszik mondani? Hogy tetszik, ne, tóbbit válaszol? Nekem ez a növényi magvas tetszik nagyon. Hogy a hamvaim közé oda kevernek egy ilyen kis növényi magot, és amúgy kinő majd belőle. Majd én locsolom a belőled kinőtt magyarobokrot. Azt figyeld, azt a kórót ott, hogy majd én locsolom azt a magyarobokrot, ami belőled. Most ránézel majd mindig minden a folyafára, és én jutok majd ezzel szemben. Hol lehet, János? Hol lehet? Amikor köpködött ki a szilva magokat. De finom vagy, Jani. Te finom vagy. Hát igen, az ember ezen csak röhögni tud. Mit tudsz csinálni, nem? De tényleg, komolyan mondom, hát semmit igazából. Na jó, van. 8:30, az már nagyon rég. 9:30 viszont még csak 4 perc múlva lesz. Van egy huligánsz játékunk a Facebook oldalon. Van ám a Facebook oldalon, meg kell írni, hogy az új album, az, illetve a 12. albumnak mi a címe. Elmondta egyébként adásban az Andy, hogy a 12. albumnak mi a címe, és azért jó tanácsként mondom, hogy a Best of-ot ne számoljátok bele, egyébként meg Wikipedia. Sok sikert. Így van, és ne SMS-ben küldjétek el, hanem írjátok meg a Facebookra. Így van, a Facebookra, beíró kommentelők közül fogjuk kiválasztani nyertest, aki kap egy dedikált hooligans CD-t, egy baseball sapkát és egy dobverőt. Illetve kettőt. Na, írjátok, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, de előtte játszunk hármasugrást. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Vajon miért felrejtem el mindig ezt a játékot? Hűlök? Mert szeretem. Egy kicsit, igen. Hűlök, nem? Nem. Ilyenkor már sietsz dolgod van, tudod, hogy mi történik 10-kor. Meg elszaladsz befizetni a büntetést. Hát ezt mindjárt utalom. Igen. Tamás, jó reggelt, hello! Hello, jó reggelt! Ciao. Szia! Honnan hívtál minket? Hát én most Esztergomba vagyok jelenleg. Ne csinál. És mit csinálsz ott? Dolgozom. Na. És mit dolgozom? Hát villamosmérnök vagyok. Azt a mindenség. Azt. Van, aki segít, vagy egyedül játszok? Van egy kollégám, de segít, persze. Segít. Jó van, itt szól az első kérdés. Melyik ország egyik városa a sörgyártásáról is híres? Pilsen. Pilsen. Melyik ország? Így van. Pontosan így van. A második az atom nehéz. Menjünk tovább mindenképp. Hogy hívják magyarul a Tyrannosaurus nevű dinoszauruszt? Tyrannosaurus, hogy hívják magyarul? Egy pillanat. Na jó, nem várunk internetet ennyi ideig. A neve is ezt jelenti amúgy. Tyrannosaurus. Tirek. Nem. Ő a zsarnokgyík. Azaz, mert hogy a tyrannosz az ugye zsarnokot jelent. Zsarnokgyík, ez lett volna. Meg is találtátok, hogy hallom az internetem. Meg volt. Meg. Nem tiltjuk. Nem, csak akkor viszont iparkodni kell, mert azért az nagyon bugyutává teszi a játékot, hogy végighallgatjuk, hogy ti ra no szóval az úgy picit lassú. Tamás, legközelebb, jó? Jó, köszönöm, ha lesz ilyen. Köszi! Hello! Ciao! Hello! 9:50 jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9:50 múlt, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen jó, mikor születésnapotok van, gyerekek. Istenem, látod, mert hoznak nekünk ezt, azt. Bizonyám. Komolyan mondom. Minden nap szülinap, ha veletek dolgozik az ember. Tényleg? Így van. János meglepték most újabb finomságokkal. Meg a krémes király tortavár hozott nekünk egy rakás, nagyon finom kis sütit, ráadásul ugye sósat, édeset, krémeset, csokis krémes, csokis narancsos krémes. Olyan mágfagyit hoztak, fagyi, hogy mágfagyi. Meghoztak nekem egy gyönyörű szép narancsos trüffel tortát, ami nem nehéz, csak kb. Lehet 8 kiló. Nagyon durva, nagyon durva. Hát nagyon helyesek, igen. Jó, amit csinálnak, ez vitathatat is. Nem mondom, hogy én találtam őket. Hát ezt is kinek köszönöm? Kinek? Na, kitalált őket. Hát én találtam őket. Jó. Mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel. A nap legjobb pillanatai jönnek már is. Egyrészt kiderült, hogy fonogram díjas, vagy legalábbis jelölt lett a Hunadal. Ezzel ma szembesültünk reggel, és gyorsan elkezdtünk róla beszélgetni, hogy kit kell, hogyan és mikor megvesztegetni, hogy nyerjünk. Nyilván humorizáltunk. Kettő, belehallgattunk a többi jelöltbe, és megállapítottuk, hogy egy-két kivétellel hozható. Igen. A dolog, elhozhatjuk a díjat. Nagyon bizakodók voltunk, csak aztán megláttuk a listán Chris Gorfonak a nevét, meg ugye a Bulibárójét. Oh, igen. És a Bulibáró az egy hatalmas sláger volt tavaly. De mi különlegesek vagyunk, amiért nyerhetünk, én reggel óta ezen gondolom, mert ugye más egy kicsit. Igen, tehát nem van ez benne
szellemiség. Igen, van benne agy. Ad. Így van, több, tehát egy kis adalék van benne. Nem mondom, hogy a többiben nincs, de hogy... Jó, de hát nem mondja, hol értik a viccet. Reméljük, hogy a fonogramos zsűri meg az NMHH között nincs átjárás. Nem, remélem, hogy a fonogram és az MTVA között nincs átjárás. Igen, akkor nem lesz keresni valamit. Az MTVA és az NMHH. Igen, ráadásul a Super TV 2 közvetíti. Na, erről beszéltünk, valamint megpróbáltuk visszakeresni az ominózus gyorshajtást, mert hogy kiderült, hogy ha az ember gyorsan megy, akkor egészen hamar megérkezik a csekk, és hát próbáltuk a fotót beazonosítani, hogy vajon mi látszik azon az ominózus fotón. Jönnek már is a nap legjobb pillanatok. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Most nem azért, de tényleg a mi dalunk a legjobb. Így van. Jó bulibárom, én imádom a kis grófot, annyira jó lelki, jó gyerek egyébként, nagyon kedvelem. Hallgassunk meg egy független szakértőt a dalokról. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, én azon gondolkodtam, hogy kihirdetnek titeket győztesként. És ha jól tudom, akkor a fonogramon ilyen nincs, de azt mondják, hogy hát akkor tessék, hallgassuk meg a győztes dalt, akkor elő tudnátok adni? Igen. Tehát emlékeztek minden szöveg igen. részletre? Igen, beborozva. Tessék, ott van, látod? Abszolút. Fapi pályá. Viszont ha ez egy élő közvetítés, akkor ilyenkor lehetne megcsinálni, hogy az eredeti verziót, tehát nem a clean verziót adjátok. De jó lenne. Az mekkora lenne. Ha ez esetleg előfordul, akkor tegyétek már és meg. A Szalai Viviennek öltözöm, Szalai Viviennek öltözöm, mert ugye a Super TV 2 közvetíti végre felvetném a magas sarkumat is. Amiről már régóta álmodozom, hogy egy nyilvános rendezvényen végre magas sarkumból lehessen. Meg azért túlzás lenne azt állítani, hogy mondjuk 10 magyar előadóból 9 emlékszik a saját szövegéből. Azért előfordulnak olyan balesetek, hogy jégből vagyok, sajtból van ahol. Hallottunk mi már ezt azt. Hallottunk mi már ezt azt, igen. Figye, de én ezt tanúsíthatom, tehát nekem is énekesként három nagy ellenségem van, a szöveg, a dallam és a tempó. Igen. Na, tessék. A többi az szokott menni. De minden más az, az működés. Így van, meg hát átelett mindenki, hogy ki a hülye, a közönség, érted, elfejted igen. a szöveget, nyújtod a mikrofon. Ja, ezt se ismeritek? Ha nem tudjátok, hogy van? Gyerekek, aztán eszedbe jut a következő soron, nem folytatom. Bár csak eszembe jutna a következő sor. Ha egy sor kimarad, akkor az egész, tehát ott vége van. Jó, drukkolok nektek minden esetre. Köszönjük, ott köszönjük. Leszünk, ott nem leszünk, vagy benne a zsűribe? Megyünk. De benne vagyok. Ne! Te is? Gyereke, hogyan? Hát be zsűri! Nem már! Nem tudtam. Hát figyelj, hát az a baj már lezárult, már nem tudjuk mivel megvesztegetni. Szakembereket szoktak megkérdezni, hát hogy lennék benne? De hogy két zsűritagot is ismerünk, és... és nem tudjuk elintézni, hogy megnyerjük. Jól hallok, jól csinálták, profi. Csak akkor mondták el, hogy ők is benne vannak, amikor már lezárult. Tehát ezt így kell csinálni. Igazán, igazán. Szőröstük. De hát az, hogy benne vagytok, azért az jelent valamit. Tehát zsűrnek azért extra adag süti toljatok. Legalább ott lettünk a jelöltek között. Egy ilyen nyomorúságos jelölésről kiszúrtatok a szemünket. Szép. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Aztán elbúcsúzunk. Hallgassuk meg a ti számotokat. És meghallgattuk egyébként, hát a Best of-ban nyilván nem fér bele, írt egy hallgató, de 8:30 környékén leadtuk, amikor a többi jelöltet is meghallgattuk, a miénket is megmutattuk. Kéne találni egy jó szervizt az A8-asnak. Csak azt szerintem lehet, hogy... Kis grófon? Az bizony, hello! Szia! Másodikra sikerült. Komolyan? Mert egyszer nem vettem fel, mert nem volt időm, aztán csak nem valami morbidot írtam. Nem, a sírásos témánkra írtál, egy SMS azt írt, hogy jól csinálhatják a munkájukat, még egyetlen lakó sem panaszkodott. Ne, igen, igen. Sanyi, jól mondom? Igen, Sanyi, igen, hello. Hol hallgatsz minket, Sanyi? Nem ez Buláson, egy lovardába. Lovard, és mi a dolgod a lovardába? Mit csinál? Igen, mi nem. Könnyebb lesz a válasz. De leg, de ilyen mindenes vagy? Jó, minden. Lovász fiú, műlovarnő, minden egyben. Igen. Ó, ez az utóbbi, ezt tetszik. Igen. Ja, jó kis, szép lovarda, jó hely? Nagyon tuti. De jó. Az ország legjobb lovai, az ország legjobb lovasza, úgyhogy. Azt. Már nem én, hanem aki a té ulaj, úgyhogy. A té úr, ő a té úr, így hívják? A té úr? Igen, nem, té ulaj, tehát tulaj. Tehát ja, té ulaj. A kötőjeles sokszor muszáj használni. Azt a minden, csak úgy állam, ömlik belőled a humor. Csoda, hogy a lovak nem szaladnak szét. Sanyikám, hát az ereidben folydogál a humor, Sanyi. Küldjük neked ez az ereidben, de folydogál valami, úgyhogy most. Folydogál. Küldünk egy szép kis ajándékcsomagot neked, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, fiúk. Te vagytok a majdnem legjobbak, mert ha műbelülek, akkor még a végén rátok volna szállni, úgyhogy
Hogy? Nem tudtam, én próbálok nagyon követni, de a dicséretet mindig. Nem csak, ha nem vagy csak überelve, akkor biztos, hogy valaki majd rátok fog szállni, úgyhogy ezt nem akarom. Várj ránk, mert többen nem tudnak ránk szállni. Ennél jobban még kiüljön ránk. Így van, hát most már mindenki rajta nem tudnak rólunk. Bejöhetnék én is oda, mert nekem is totál a nyomás. Igen. Minket már csak béké hagyni lehet, ha már mindenki ránk van állítva, szállva, figyelve, hangolva, mind minden. Sanyikám, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen, fiúk, minden jót nektek, csodálatos. Köszi. Hello. Csabikám, milyen zenéid lesznek? Sam Smith-t hozom most nektek, nem a legfrissebbek közül, de Sam Smith-nek ma van a születésnapja. Képzeljétek el, hogy 24 éves, és az azért érdekes, mert nagyjából 3-4 éve van jelen a zenei szakmában, tehát ismertként, és ez alatt a 4 év alatt van 4 Grammy díja, Golden Globe díja, Oscar díja, szinte mindent megnyert. Tehát neki hova tovább? Rokon a Sam Sonite. Slippy, Slappy, Sloopy, Mr. Slippy, Mr. Samsonite, Mr. Samsonite. Érdemes lenne, tartozom neked cetliket megőrizni. Dumber, óriási. Szóval Sam Smith. Sam Smith, így van. És folytatódik a halott pénz játék, úgyhogy továbbra is érdemes figyelni, megkeresni a halott pénz slágereket, mert hogyha megszólal, akkor azonnal telefonálni, és viszünk holnap magunkkal klassz hallgatókat a halott pénz klasszbulira. Sehol nincs már jegy, tehát szinte lehetetlen beszerezni, de nekem még mindig van. Hát. Kinek más? Nekem mindent. Egy pár darab. Amik adok. Jó van, Csabikám. Na, hát akkor jó munkát neked. 555-55-00. Ha szeretnétek Csabitól dalt kérni, akkor ezt a számot tudjátok hívni. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello, ciao. Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning